Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy megtisztelnek a jelenlétükkel és a figyelmükkel. Ha röviden kellene beszélnem magamról, akkor valójában azt tudnám elmondani, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok. Egy nagyon izgalmas, nagyon változatos, eseményekben gazdag, fordulatos életet éltem, és élek a mai napig. Én azt gondolom, hogy mindez azért van, mert a kíváncsiság fiatalon tartott. Van egy 56 éves testem, de én nem vagyok 56 éves, én örök gyermek maradtam. A szónak a legjobb értelmében én azt gondolom, hogy a gyermekek csodája abban áll, hogy azt gondolják, hogy mindenre kell legyen válasz. Azt gondolják, hogy az életet meg lehet érteni. A gyerekek tele vannak kérdésekkel, és nem gondolják azt, hogy az életet nem fogják megérteni. Minden érdekli őket. És azt gondolják, hogy okosabbak lesznek, és olyan életet fognak élni, ami örömökben gazdag. Minden gyermek egy örömökben gazdag életre készül. A gyerekekben nagyon erős a hit, hogy meg lehet szerezni azt a tudást, amivel boldogulni fognak az életben. Én azt gondolom, hogy az egyik jó dolog, ami velem történt, az, hogy azt a hitet, hogy kell, hogy legyenek válaszok, sosem adtam fel, és ezért, ha valahol voltam éppen, valahol dolgoztam éppen, és úgy találtam, azt vettem észre, hogy ott nem kapom meg a szükséges, az igényelt válaszokat, akkor felálltam, és tovább mentem, hogy válaszokra lejjek. 6-szor kezdtem újra az életemet nulláról, azt gondolom, jól tettem, és megérte, mert mindig újabb válaszokat találtam. Szóval 1986-ban kaptam diplomát kitűnő minősítéssel, így elméletileg bárhová mehettem volna dolgozni. A családom, barátaim nagy megdöbbenésére úgy döntöttem, hogy kutatóorvos leszek, és a választásom ez volt, mikrobiológia. Mi is az? A mikro szó azt jelenti, hogy parányi. A bio az azt jelenti, hogy bármi, ami él, élő, az élettel kapcsolatos. A logia az pedig a görög logos szóból származik, ami azt jelenti, hogy valaminek a tanulmányozása, valaminek a tudománya. Tehát a mikrobiológia az parányi élő lények tanulmányozása. Parányi élő lények tudománya. Hát látják, tudják, kikről van szó, a televízióban látják, ezek a gonosz kis lények, akik az embert el akarják pusztítani, ott vicsorognak a WC-kával alatt, látják, ugye? Borzasztó, az ember élete állandó veszélyben van tőlük. Ugye ennek a tudománynak az az ága, amit én műveltem, az az orvosi mikrobiológia, és az orvosi mikrobiológiának a tárgya a kórokozók. Látják, idézőjelbe tettem, és azért tettem idézőjelbe, mert nagyon sok megválaszolatlan kérdés volt ezzel a témával kapcsolatban. A végén több lett a megválaszolatlan kérdés, mint a megválaszolt kérdés, úgyhogy a vége az lett, hogy felmondtam. De csak néhány képet, néhány adatot hagyd mondjak, ami segíthet önöknek jobban eligazodni ebben a világban. Az egyik megválaszolatlan kérdés az volt, hogy ha megnéztem a járványokat, akkor azt lehetett találni, hogy egy nagy járványnál az embereknek a 10-20%-a betegszik meg. Egy kisebb járványnál kisebb százalék, és a történelemben feljegyeztek néhányat, nagy világégések után, hosszú éhínségek után, amikor nagyobb százalék. De ez egy komolyabb járvány, 10-20% betegszik meg. Értem, de a kérdőjel az ott van,
hogy miért nem betegszik meg a 80-90%. Van valami dolog, amire nem kapunk választ, ha egy kórokozó, egy rendes, jóra való, megbízható kórokozó, akkor 100%-ban megbetegíti az embereket, nem? Hát micsoda hanyag banda, akik nem képesek rendes munkát végezni. Aztán voltak további adatok, amik nem voltak igazán összerendezhetőek, például egy. Az orvosi mikrobiológia tankönyv a bevezetőben, az előszóban leír néhány fontos dolgot. Ezt az orvostan hallgatók általában nem szokták elolvasni, mert ez nem tétel. Amit nem tétel, azt nem olvassuk el, igaz? Haladjunk. Na ebben van néhány izgalmas gondolat az előszóban, és az egyik ilyen gondolat az, hogy a baktériumok képezik a földi élet alapját. Baktériumok nélkül nem lenne semmiféle élet a Földön. És ez szöges ellentétben áll azzal, amit önöknek sugalnak, amit megpróbálnak az emberekkel elhitetni, hogy a baktériumok borzasztó, szörnyű, kis cselszövő, álnok, gonosztevők. Baktériumok nélkül nem létezne élet a Földön, és ha a földi élet egészét nézzük, akkor minden egyes baktérium fajta millió számra vannak, nagyon sokféle van, minden egyes baktérium fajta létfontosságú. Ők együtt, ez a sok millió fajta baktérium ad ki egy olyan képet, amitől az élet a Földön olyan lehet, amilyen. Csak egyetlen példa, például a talajban, hosszú ideje kutatják a talajt, még mindig nem jutottak a végére, sok ezernyi fajta baktérium él. Sok ezernyi, még nem is tudták mindegyiket beazonosítani, és a sok ezernyi baktériumnak van egy együttes hatása, ami a talajnak a termőképességét nagymértékben javítja. És azt okozza, hogy az azon növekvő növények tápanyagban, hasznos anyagokban gazdagabbak. És hogyha ebbe a talajba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly, ebbe beavatkozunk, durva műtrágyázással, talajfertőtlenítőszerekkel és egyéb módszerekkel, akkor felborítjuk ezt az egyensúlyt, és a növények, a felborított egyensúlyú talajon növő növények tápértéke sokkal hitványabb lesz. Ez egy nagyon fontos dolog. No, tehát a földi élet egésze szempontjából minden a földön élő baktérium létfontosságú. De szűkítsük le a figyelmünket az emberre, mert ugye azért jöttek, hogy megtudjanak valamit az emberi egészségről. Ha az emberi egészség szempontjából nézem a Földön élő összes baktériumot, és az egy kör lenne, ez ábrázolná az összest, akkor az Földön élő baktériumok az emberi egészség szempontjából nagyjából így néz ki, ez egy vázlat, a nagyon nagy részük, túlnyomó részük az emberi egészség szempontjából teljes mértékben semleges. Nem igazán okoz semmit, konkrétan az emberi testen. A Földön élő baktériumok egy nagyon nagy része az emberi egészség számára kifejezetten hasznos. Egy további nagyon nagy része nem csupán hasznos, hanem nélkülözhetetlen. Szükségesek ahhoz, hogy az emberi egészség tartósan fennálljon, és egy nagyon kicsi része ennél sokkal kisebb, mint amit itt rajzolok, de nem lenne látható, ha akkorát rajzolnék, mint amennyi a valóság. Ártalmassá válhat. De itt a kulcs szó a válhat. És erről majd ejtek még néhány szót. Na most nem ezt a képet adják az embereknek. Nem így gondolkodnak. Egy teljesen másfajta gondolkodásmódot próbálnak elültetni bennük, és én azt gondolom, hogy annak nagyon komoly üzleti megfontolások állnak a hátterében, hogy az embereket ezzel a témával kapcsolatban megpróbálják félrevezetni. Na most, ha már ezt mondtam, akkor láthatjuk, ugye azt mondtam, hogy a baktériumok egy része az emberi egészség szempontjából nélkülözhetetlen. Van egy fontos dolog, egy érdekes ismeret, nem volt része az orvosi tananyagnak. Később találtam meg
ezt a számot, amit most el fogok mondani. Az emberi szervezet, tudják, sejtekből áll. Vannak mindenféle formájú sejtek, vannak ilyen, van szögletes, van ilyen. Nem fogom az összes formát felrajzolni, az emberi szervezet sejtekből áll. A baktériumok az emberi sejtekhez képest kisebb, sokkal kisebb méretű élőlények, nagyjából ilyen az arány. Vannak pálcika alakú baktériumok, vannak gombóc alakú, van amelyik dugóhúzóra hasonlít, sokféle alakú és rengetegféle baktérium van. A méretük az mikrométerrel mérhető. A mikrométer az a milliméternek az ezred része. Tehát egy átlagos baktériumnak a szélessége, vagy a gombócnak a mérete nagyjából 1 mikrométer. És lehet, hogy 2-3 mikrométer hosszú. Ez nagyon-nagyon kicsi, képzeljék el, egy 1 milliméteres sorban a baktérium Tesco-ban 1000 vevő tudna sorba állni. Igaz, szorosan. Tehát ezek rendkívül apró élőlények, és hosszú ideig nem is lehetett látni őket. Mert egy ilyen nagyon kicsi méretet, ami a milliméternek az ezred része, nem lehet látni szabad szemmel. És elég sokat kellett fejlődni a tudomány eszköztárának ahhoz, hogy olyan nagyítót tudjanak készíteni, amivel meg lehet látni a baktériumokat. Készítettek olyan nagyítót, ahol több nagyító van egymás után téve, és egymás nagyító hatását erősítik, és ezt úgy hívják, hogy mikroszkóp. Hallották már ezt a szót? Nagyon jól lefesti a lényeget. Mikro, ugye azt jelenti, hogy parányi, a szkóp, az pedig a szkópeó, nézni, látni szóból van. Tehát a mikroszkóp az egy olyan eszköz, amivel szabad szemmel nem látható parányi dolgokat láthatóvá lehet tenni. És amikor először láttak baktériumokat a megfelelő mikroszkóppal, az a tudós, aki először látott ilyet, pálcika formájú baktériumokat látott. És felkiáltott, belenézett a mikroszkóba, és azt mondta, na hát, pálcika. Csak mivel tudós ember volt, nem magyarul mondta, hanem görögül. És azt mondta, hogy na hát, bakterion, pálcika. És ebből latinosodott a baktérium. Ha a tudós emberünk gombócot látott volna először, akkor nem tudom, hogy most hogy hívnák a baktériumokat. Azért hívják őket baktériumoknak, mert ők pálcikát látott először. És a dugóhúzó és a gombóc alakúakat is a baktériumok közé soroljuk. Na, ez egy pici kitérő volt, de így látják, hogy honnan ered a név, és nincs benne semmi titokzatos. Pálcika. Nem nagyon kifejező, ugye? Nem mondja el, hogy milyen gonosz tevőkről van szó. Na most az emberi testsejtekből áll, és ha visszamegyünk ehhez a gondolathoz, hogy a baktériumok nagy része az ember szempontjából nélkülözhetetlen, akkor az egy fontos ismeret, hogy hány baktérium él az emberi testben és testen. Nagyon sok. Az emberi testben és testen olyan sok baktérium él, hogy a számuk a saját sejtjeinkhez képest körülbelül 100-szoros. Tehát darabszámra egy emberi testen és testben több baktérium él, mint saját sejt. Úgy nézünk ki, mint a mákos kifli. Jó alaposan megszórt mákos kifli. És ennek a sok baktériumnak, ők parányiak, sokkal kisebbek, mint a saját sejtjeink, de azért az össz az emberi testen és testben élő baktériumnak az teljes tömegét kilogrammban lehet mérni. És itt is volt egy megválaszolatlan kérdés, vegyünk egy szép nagy darab férfit, mondjuk legyen 140 kiló, megy reggel dolgozni, és viszi magával az 1 kiló 40 deka baktériumát. És felszáll a buszra, és valaki rátüsszent. És mondjuk egy jó nagy tüsszentés, most már van 1 kiló 40 deka és 1 gram baktériuma. Hogyan esik ő áldozatául ennek a tüsszentésnek? Kilogramm számra cipeljük magunkkal a baktériumokat.
És az emberekben azt az érzetet próbálják kelteni, hogy ezek ártalmas, veszélyes, az ember egészségére törő élő lények. Nem? Van egy nagyon egyszerű szabály. Ha elpusztítanánk az emberi testen és az emberi testben élő baktériumokat, az ember meghalna. Ők nem potyautasok, nem ingyen élők, hanem olyan fontos dolgokat adnak az ember számára, aminélkül az ember nem tudja fenntartani az egészségét. Már egy antibiotikus kúra is képes felbillenteni az egyensúlyt. Mert sok olyan baktériumot elpusztít, amelyek az ember számára nélkülözhetetlenek, és előfordul, hogy egy ember egy antibiotikus kúra után betegebb lesz, mint amire az antibiotikumot kapta. Mert elpusztítja a nélkülözhetetlen lakótársakat. És aztán voltak még további kérdések. Egy ilyen kérdést feltettem az orvost a hallgatóknak, akik jöttek hozzám vizsgázni. Nem évvégi vizsga volt, évközi vizsga volt, és nagyon sokféle baktérium van, nagyon sokféle alak, nagyon sokféle táptalaj, amin ezek nőnek, és mindegyiknek kellett tudni a nevét, a méretét, milyen táptalajon nő, hogyan tenyészthető, és milyen betegségeket okoz, és az orvost a hallgató megpróbálja a fejébe begyömöszölni ezt a rengeteg idegen kifejezést, és megpróbálja megijeszni a nevüket. Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae, Vibrio cholerae, Mia gavanella csúcsúgamusi, és akkor mindegyiknél tudni, hogy hány mikron, hosszú, gombóc, vagy mi, vagy, és milyen táptalajon nő, és ezt mind berakja a fejébe, és elindul vizsgázni. És vigyázz meg, ne botoljon, mert ha megbotlik, kiesik a fejéből az egész, hogy ennek addig kell kitartania, amíg kijövök a vizsgáról, és utána lehet menni sörözni. Szóval ez egy nagyon nehéz tananyag, és akkor eljöttek vizsgázni, és én csak tréfálkoztam velük, egy kicsit gonoszkodtam velük, azt mondtam nekik, hogy srácok, most egy különleges vizsga lesz. Mielőtt, tehát ugye húznak tételt, mindenki húz tételt, kidolgozza, de mondom, mielőtt elmondhatnád, hogy mi a tételre a válaszod, fel fogok tenni egy kérdést. És ha arra a kérdésre nem tudsz válaszolni, akkor teljesen mindegy, hogy tudod-e a tételt, vagy sem megbuktál. Ezt csak azután mondtam, hogy már kidolgozták a tételt, mert egyébként kiesett volna, tudják, az a megbotlás, és már is kiesett minden a fejéből. Nem csináltam meg egyébként, nem buktattam meg senkit, csak fel akartam hívni a figyelmüket arra, hogy lesz egy fontos kérdés. És kidolgozták a tételt, ültek ott is. Mondom, a kérdés a következő. Mi a baktérium? Na, ilyen aljas kérdésre nem számítottak. Valójában mi a baktérium? Ezt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy pálcika, de mi a baktérium? Ez a lényeg. Ez hozzájárult ahhoz, hogy felálltam. Kérem szépen, a baktérium növény. Nem bicsorgó állatka. Nincsenek gonosz szándékai. Körülbelül annyi rossz indulat van benne, mint egy muskátiban. Nem akarja bántani az embereket, nem vadászik emberekre. Növény. Otthon biztos nem látták még azt, hogy a szobanövény kimászik a cseréből, leül a szélére, lerázza a gyökereiről a földet, és elindul felfedező körútra, hogy kit nyírhatna ki. Ugyanis a növénynek van egy nagyon egyszerű és nagyon jól átlátható tulajdonsága. A növény ott nő, ahol táptalaj van. És ahol nincs táptalaj, ott nem nő. És nem nyüzsögnek a konyhakövön. Mert ott nincs táptalaj, ha csak fel nem kenjük a konyhát tepertőkrémmel. És ha a baktérium csak ott él, ahol táptalaj van, akkor hogyha visszautalok arra a gondolatra, amivel kezdtem, hogy mi volt az én problémám, 10-20% lesz beteg egy nagy járványban. 80-90 nem. 10-20% teste táptalaj. 80-90% teste nem táptalaj. Tehát a baktérium valójában nem egy megbízható kórokozó, ő valójában egy alkalmi tolvaj, aki csak abból a táskából veszi ki a pénztárcát, amit nyitva hagytak.
De a kórokozók előtt mi nyitjuk meg az utat, az ember okozza azt, hogy nyitva van a pénz a táskája, és hogy megered nála a fertőzés. És azt láttam, hogy ez a kép összeállt, bennem mondhatnék még erről sok egyebet is, azt láttam, hogy arra a kérdésre, hogy mitől válik egyes emberek szervezete táptalajjá a fertőzés számára, a kisebbségé mellesleg, itt nem fogok választ kapni. Úgyhogy felmondtam. Elmentem belgyógyászkodni. Belgyógyászatot nem akarok hosszan mesélni. Valójában az a válasz, amit ott kaptam az emberi problémák kezelésére, nem volt számomra elfogadható. És ez a válasz az esetek többségében egy életre szóló gyógyszerszedés volt. És azt gondoltam, hogy ez a válasz nem olyan válasz, ami nekem tetszik. Úgyhogy felmondtam. Elmentem egy olyan területre, ahol az ügyfeleknek egy nagy része egészséges. Egy ilyen terület van. Az orvostudományban a szülészet, nőgyógyászat. Az buli, jönnek az anyukák, nagy pacakkal, vajúdnak, persze vannak panaszaik, akkor, amikor vajúdnak, de a végén mindenki boldog, igaz? Ott van a csöpség, boldog az anyuka, jön a puci, kopogtat az üvegen, Zsoltika, itt van a puci, megismersz. Ez egy nagyon szép dolog. Ez a része nagyon rendben is volt, egy valamivel nem számoltam, ugye egy fiatal orvosnak végig kell menni minden egyes osztályon. Ahhoz, hogy eljusson a szakvizsgáig, és ahol nem jutottam el a szakvizsgáig, mindenhol felmondtam előtte. És ahogy mentem, volt szülészet, nőgyógyászat, mindenféle területek, és a végén eljutottam, és az lett az én orvosi pályafutásomnak a vége, eljutottam a nőgyógyászati onkológiára. És tudjuk, mivel foglalkozik az onkológia, onkosz azt jelenti, hogy daganat, a logosz, meg pedig már mondtam, ugye valaminek a tanulmányozása. Tehát ez a daganatok tanulmányozása, a daganatok tudománya, az onkológia. Na és hát amit ott láttam, a mi válaszaink, azok mik voltak? Sugárkezelés, kemoterápia, műtét. És ezek a válaszok számomra nem voltak igazán elfogadható válaszok. Úgy gondoltam, hogy biztos kell legyenek jobb válaszok. És elkezdtem kutatgatni, elkezdtem keresgetni, és találtam, nem az orvosi szakirodalomban, hanem azon kívül, találtam olyan válaszokat, amelyek megérintették a szívem. Például olvastam egy könyvet egy angol hölgytől, Beata Bishop írta a könyvet, ő egy angol hölgy, akinek festékes anyai egy rákja volt, melanoma malignum, és az orvosok azt mondták neki, hogy hát a műtét után, hogy maximum egy, talán jó esetben másfél éve van hátra. És Beata úgy döntött, hogy hát, ha ez az orvosi előrejelzés, akkor vagy kezd valamit az életével, és keres valamilyen más lehetőséget, vagy pedig tudomásul veszi, hogy neki befellegzett egy másfél év múlva. És a Beata elindult a világban, és talált egy módszert. Nem a módszert akarom reklámozni, azt akarom elmondani, hogy találtam olyan módszert, ami működőképesebb volt, mint a mi általunk alkalmazott módszerek. És a Beata Bishop elindult a világban, és talált egy olyan módszert, amit egy orvos dolgozott ki, Max Gerson nevű doktor, és a Gerson módszer, nem egy ilyen módszer van, nem ezt akarom reklámozni, jó a módszer. Max Gerson dolgozta ki, nagyon egyszerű a logikája, azt mondja, hogy támogassuk meg a szervezetet nagyon sok vitaminnal és ásványi anyaggal, ne vigyünk be a szervezetbe méreganyagokat, tehát csak garantáltan vegyszermentes termelésből származó élelmiszereket fogyaszthat valaki, mondjuk bioélelmiszereket, és plusz még csináljunk egy nagyon erőteljes méregtelenítést, hogy a szervezet meg tudjon szabadulni a már benne lévő méreganyagoktól. Ennél egy kicsit bonyolultabb, de ez a lényeg. Azt mondja, hogy távolítsuk el azt, ami járt, ne vigyünk be olyat, ami járt, és vigyünk be olyat, ami segít. És akkor esélyünk van arra, hogy a szervezet olyan mértékben megerősödik, hogy fölé kerekedik a bajnak. Elolvastam a könyvet, és a Beata végigcsinálta ezt a kúrát, nagyon nehéz
csinálni, még csinálta és meggyógyult. Úgyhogy fizetés nélküli szabadságot vettem ki, és elindultam a világba találkozni gyógyult rákbetegekkel, hogy megfejtsem a gyógyult rákbetegek titkát. Vele is találkoztam, Beátával. És kifaggattam, megismerkedtem több ilyen módszerrel, elolvastam még sok könyvet, nem akarom mind elmondani. A lényeg az volt, utána jártam Gerzon doktor módszerének, megnéztem, hogy vannak-e bizonyítékok, hogy nem kamu-e. Voltam kutatóorvos, tudom, mikor tekinthető valami bizonyítottnak, és ilyen kötek bizonyítékot gyűjtöttem össze, ami alátámasztja, hogy a módszere működőképes. És a rendelkezésemre álló adatok alapján semmiképpen sem volt rosszabb, mint a mi módszereink, az igazság az, hogy jobb volt. Nagyobb hatékonysággal, nagyobb százalékban tudott segíteni az embereken. És elindultam, és egyre több, minél több adatom lett, annál nagyobb lett bennem a megválaszolatlan kérdés, miért nem nyitunk olyan módszerek felé, amelyek hatékonyabbak, mint a mi általunk alkalmazott módszerek. Miért nem nyitunk? Mi ez a merev elzárkózás? És akkor még nem kaptam erre választ, később kaptam, majd arról beszélek, úgyhogy felmondtam szülészeten is. Azt mondták, én voltam az első orvos, aki felmondott Debrecenben a női klinikán, onnan csak kirúgni szoktak. Na mindegy, én felmondtam. És hosszú ideig mással foglalkoztam, volt egy jól menő vállalkozásom, és nem is foglalkoztam egészségügyel, egészségi témákkal. Majd 2000 tájékán egy barátom megkeresett, és a kezemben nyomott egy angol könyvből fénymásolt néhány oldalt. 5-6 oldalt. És azt mondta, hogy a szakmai véleményedre vagyok kíváncsi, az édesanyám rákos, találtam ezt a könyvet, ez leír egy módszert, és arra vagyok kíváncsi, hogy ez sarlatánság, kóklerség, itt írja le, hogy hogy működik a módszer, te, mint orvos, biztos meg tudod ítélni. Kérlek, olvasd el. Elolvastam azt a néhány oldalt, nagyon izgalmas volt. Úgyhogy utána elolvastam az egész könyvet. Aztán a magyar fordításában is segítkeztem, meg lehet kapni magyarul, mindjárt mondom. A könyv címe az, hogy a világ rák nélkül. Ha valakit érdekel, egy Edward Griffin nevű úr írta, ő nagyon sok dokumentumot gyűjt össze, mielőtt könyvet írt. Nagyon izgalmas könyv, a világ rák nélkül. Miről szól? Három fő dolog. Egy, arról szól, hogy a B17 vitamin hogyan segít legyőzni a rákot. B17 vitamin? Mi az, hogy B17 vitamin? Nekem summa cum laude, diplomámban nem tanultunk B17 vitaminról. Mi az, hogy B17 vitamin? Sőt, megint egy megválaszolatlan kérdés, hogy lehet az, hogy létezik olyan vitamin, amiről én nem is tanultam? Miért nem tanultam róla? Miért nem tanultam a módszerről? Miért nem tanultam arról, hogy hogyan hat? Egyébként utána jártam, meglehetősen megbízhatóan, és nagyon jól hat. Ez volt az egyik dolog, amit a könyvből tanultam. A másik, akkor láttam először egy dokumentált beszámolót arról, hogy hogyan harcolnak a B17 vitamin ellen. Ez ki van tiltva egyébként az Amerikai Egyesült Államokból, és Európába sem szabad behozni. Hivatalosan. Magánküldeményként szabad, de hivatalosan nem lehet behozni, és a B17 vitamint nem lehet forgalomba hozni. Ez egy tiltott szer Európában. És akkor láttam először, hogy van itt egy olyan háború, amiről én soha nem értesültem, és akkor találkoztam először azzal a gondolattal, hogy lehetséges, hogy van egy olyan valami, amit úgy lehetne hívni, hogy gyógyszermafia, amelyik kíméletlenül fellép bármilyen módszerrel szemben, ami csökkentheti a befolyását és a profitját. És aztán volt még egy harmadik gondolat ebben a könyvben, brilliáns könyv. Igazi egészségügyi krimi, érdemes elolvasni. És volt még egy harmadik dolog, a Griffin úr kifejti azt a folyamatot, ahogyan a múlt század elejétől kezdve, körülbelül 100 évvel ezelőtt kezdődően megváltoztatták az orvosképzést.
Leírja azt a folyamatot, hogy hogyan tett egyre nagyobb befolyásra szert a gyógyszeripar az orvosképzés tananyaga fölött, és hogyan értékel azt, hogy az orvosképzés tananyagából nagyon sok minden kikerült. És nagyon leszűkült az orvosképzés tananyaga arra a pályára, ami a gyógyszeripar szempontjából kedvező. Úgyhogy ma, amit természetgyógyászati vagy alternatív módszernek ismerünk, és amit sokszor megmosolyognak az orvosok és a gyógyszerészek, azoknak a módszereknek egy nagy része volt valaha az orvosképzésnek. Csak ki lett rostálva. És az orvosképzés egyre szűkebb területre szorult vissza, és egyre kevesebb ismeret anyagot kaptak az orvosok, bizonyos dolgokat egyáltalán nem tanultak. És ez a három dolog, az orvosképzés átalakítása, elkezdett adni nekem egy képet arról, hogy miért is nem azt keressük, hogy mitől válik táptalajjá valakinek a szervezete, és miért válik fogékonyjá a baktériumokkal szemben, és miért a védőoltásokat, meg az antibiotikumokat erőltetjük, miért nem fogadja be az orvostudomány a Gerson módszert és egyéb módszereket, miért folyik háború a B17 vitaminnal szemben, és hogy lehet az, hogy kitűnő diplomás orvosként még csak nem is hallottam róla. Hogy hiányozhatott a tananyagból? És amikor ezt az egészet láttam, akkor az volt az érzésem, hogy én befejezetlenül hagytam valamit. És vissza kell jönnöm, mert van egy csomó megválaszolatlan kérdés, például, mi mindent nem tudok még a vitaminokról? Mi mindent nem tudok még az idézőjeles gyógyszermafia tevékenységéről? Mi mindent nem tudok arról, hogy mi került ki az orvosképzés tananyagából? Ó, mennyi megválaszolatlan kérdés. És úgy döntöttem, hogy visszatérek, és elkezdek válaszokat találni ezekre a kérdésekre, és az egyik dolog az volt, hogy én orvosként, kitűnő diplomás orvosként a vitaminokra hát nagyjából úgy gondoltam, mint valami, hát ezt is tanultuk. Komolytalan. Meglehetősen lefitymállóan gondoltam a vitaminokra. Összességében az egész orvosi egyetemen talán 4-5 oldalnyi volt a tananyag, ami a vitaminokról szólt. Szent Györgyi Albertről, aki Nobel-díjat kapott a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaiért, gyakorlatilag nem tanultunk semmit a hivatalos tananyagban. És azt gondoltam, hogy Szent Györgyi Albert jó forrás lehet. Nézzük meg, mit mond róla. Akkor jöttem rá, mit mond ő a vitaminokról, akkor jöttem rá, hogy nem is tudok róla szinte semmit. És elkezdtem megnézni az interjúit, elkezdtem olvasni az írásait, és az írásai között találtam egy fölötti figyelemre méltó gondolatot, ezt hagyosszam meg önökkel, egyetlen mondat. 1939-ben a következőt mondta Szent Györgyi Albert. Ha pontosan megértjük a vitaminok működését, és megfelelően alkalmazzuk őket, akkor az emberi szenvedést olyan mértékben tudjuk majd csökkenteni, amit ma még a legnagyszerűbb elme sem képes elképzelni. Ez egy nagyon sokat mondó mondat, én nagyon sokszor elolvastam, hogy megértsem, mi van odaírva. Én azt láttam, hogy az van odaírva, hogy fel sem tudjuk fogni, milyen lehetőségek rejlenek ebben a témában. És azt gondoltam, ez egy komoly ember, nem azért, mert Nobel-díjat kapott, hanem mert láttam a megnyilatkozásait, láttam a gondolkodásmódját, láttam, ő azt mondta, hogy életében háromszor fedezett fel igazán komoly dolgot, mind a háromszor megtámadták. És mind a háromszor kóklernek, sarlatánnak, komolytalan embernek minősítették. De én azt láttam, hogy ő egy hiteles ember, és azt gondoltam, hogy ez az adat valószínűleg egy megalapozott dolog, és lehet a háttérben olyan tudás, ami alátámasztja ennek a fontosságát és a jelentőségét. És elkezdtem ezzel a témával egy kicsit jobban foglalkozni. Sok mindent olvastam, találtam egy nagyon érdekes könyvet. Egy magyar tudós,
szerintem az egyik legnagyobb tudós a Földön, csak nem vált közismerté. Sós József a második világháború előtt volt az ő tudományos fénykora. Sós József, ő közegészségtan professzor volt, népegészségtannal foglalkozott, és 1942-ben megjelent egy könyve, és ez a könyv a Magyar Néptáplálkozástan című könyv, rendkívül izgalmas olvasmány, nagyon tudományos is, nagyon szakmai is, de a lényeget el tudom mondani egy-két mondatban. Sós József ebben a könyvében, Magyar Néptáplálkozástan című könyvében azt mondja, hogy a vitaminokkal, ásványanyagokkal, egyéb anyagokkal kapcsolatos kutatás mára egyértelművé tette, hogy ezekből mindannyian hiányt szenvedünk, és egy felelős kormánynak a következő évtizedekben a népegészségügyi politikáját arra kell alapoznia, hogy pótolja az embereknél fellépő komoly vitamin és ásványanyag hiányt. Ez egybecsengett Szent Györgyi állításaival, csak a II. Világháború ugye elsodorta ezt a dolgot, és utána nem lett belőle soha semmi. De ő már 42-ben felhívta erre a figyelmet, arra jó volt a könyv, hogy elkezdjek utána nézni, hogyha ő 1942-ben azt állította, hogy komoly a baj, akkor mi lehet a helyzet manapság. És találtam néhány ismeretet. Egy néhányat hagyosszak meg önökkel, nem akarok túl sok adatot adni. Nem túl sok vizsgálat történt, mert annak idején a szocialista mezőgazdaságban az állam nem nagyon örült annak, hogyha a tudósok a termesztett növények tápanyag értékét vizsgálják. Ez nem volt egy nagyon támogatott terület. De azért történtek ilyen vizsgálatok, és csak néhány adatot hagy mondjak. Például 1966 és 2005 között történt egy vizsgálat, tehát az 1966-ban mért értékeket összehasonlították a 2005-ben mért értékekkel. Az egyik anyag, amit vizsgáltak, például a karotin az az A-vitaminnak az előanyaga. Abból készíti a szervezet az A-vitamint. A tejnek a karotin tartalma 66-ról 2005-re 81%-kal csökkent, 19% maradt. A fejes káposzta karotin tartalma 66-ról 2005-re 99%-kal csökkent, 1% maradt. Én tudom, hogy az Európai Uniós szabályozás azt mondja, hogy nem szabad azt mondani az embereknek, hogy a szokványos étrend, természetes étrend nem biztosít elegendő mennyiségű vitamin. Úgyhogy én nem is ezt akarom önöknek sugallni, csak azt, hogy egyenek elegendő káposztát. Tudom, hogy kell hozzá egy kis türelem és kitartás. Mert ahhoz a mennyiségű karotinhoz ma már 100 kiló káposztát kell. És kell megértés is, mert az ember 70 kiló káposzta után nagyon szeles lesz. Rá lehet lenni a problémán. Megvizsgálták a B3 vitamin tartalmat, az 52-ben volt az első vizsgálat, és 2005-ben a második. A tojás B3 vitamin tartalma ebben az időszakban 96%-kal csökkent. Maradt 4%. A tejé 95%-kal csökkent, 5% maradt. A zab B3 vitamin tartalma 88%-kal csökkent ebben az időszakban. És ez 42 után volt. Még egy-kettőt mondok, a B6 vitamint vizsgálták például a kukoricában, 1952 és 2005 között 97%-kal csökkent. És még ásványanyagot hagyd mondjak, 1962 és 2005 között a paradicsom kalcium tartalma 82%-kal csökkent, maradt 18%. A vastartalom a burgonyában 42 és 2005, ugye 42-ben volt vizsgálat, és 2005 között 96%-kal csökkent, a répafélékén 97%-kal, a kukoricában 81%-kal lett kevesebb a vas. És még egy utolsó, a méz.
1971 és 2006 között történt vizsgálat, és a méz kalcium tartalma 84%-kal csökkent, a foszfor tartalma 70%-kal, és a méz vas tartalma 90%-kal csökkent. Na most, ahogy az ember tudja, hogy van gyógyszermafia, meg látja, hogy miket írtak le, akkor nem csodálkozik azon, hogy az Európai Uniós szabályozás szerint erre nem szabad felhívni az emberek figyelmét. Nem szabad reklámozni, hogy az átlagos étrend, a szokványos étrend nem tartalmaz elegendő vitamint és ásványanyagot. Én elkezdtem erről beszélni, majd mesélek róla, lett belőle némi bajom. De ahogy ez a kép összeállt, elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne megvalósítani. Ja, bocsánat, az adatokat úgy szereztem meg, hogy mezőgazdászokkal, agrármérnökökkel találkoztam, és tőlük szereztem ezeket az adatokat. Ezek nem nagyon széles körben publikált adatok, de bizonyos tudományos folyóiratokban megtalálható, csak nem verték nagyon nagy dobra. Megtalálható a tudományos irodalomban. És ahogy összeállt ez a kép, azt gondoltam, hogy ezen a nyomon érdemes lenne elindulni, és néhány éven betelt, mire azt gondoltam, hogy ez már egy megfelelő vitamin készítmény, amit kigondoltam, és mondtam, nézzük meg, milyen hatással van. És először, ami engem nagyon érdekelt, hogy mi történik idős emberekkel. Ugye Szent Györgyi azt mondta, hogy az emberi szenvedést olyan mértékben tudjuk majd enyhíteni, amit ma még a legnagyszerűbb elmes sem képes elképzelni. És hadd mondjak néhány ilyet, mit tapasztaltam. Azt írja nekem egy 83 éves hölgy, hogy a vitaminoknak köszönhetem, hogy közel a 83 évemhez sem vagyok fáradékony, állandóan jó a kedélyem, szeretem az életet. Nem egy tipikus 83 éves, ugye? Sorba állítanék 183 éves hölgyet, mindenki mondaná, jó vagyok, jó kedvű vagyok, nem vagyok fáradékony, szeretem az életet. Egy sem mondaná, hogy jobb lenne már a föld alatt. Ugye? Szerintem ő nem egy tipikus 83 éves. Aztán egy 71 éves hölgy azt írja nekem, egészséges fiatalos vagyok, néha ki tudnék ugrani a bőrömből, boldog és elégedett vagyok. Ő sem átlagos. Vagy még egy, ez nagyon kedves számomra, egy 82 éves hölgy, sokan ilyenkor már halni készülnek, írt nekem egy levelet, nem olvasom fel az egészet, mert nagyon hosszú. De azt írja, hogy a történetem körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött, éreztem, hogy fogy az életerőm, az életkedvem is nő a fáradékonyságom. Sokszor fájt a fejem, berosdásodtak az ízületeim, és fájdalommal járt a mozgásom. És hosszan részletezi a panaszait, és aztán elkezdett vitaminokat szedni, és azt írja, hogy állandósult a jó közérzetem, az egészségtudatom. Erősödött az immunrendszerem, míg a környezetemben lévők influenzával, köhögéssel, orrtörléssel küszködtek, én egészségesen sajnáltam őket. 82 éves. Azt írja, ma már jól vagyok. Nincsenek fájdalmaim, a mozgásom akadálymentes. Szellemi frissességem mutatója, és ezért imádom, hogy elvégeztem egy angol nyelvtanfolyam első évét sikeresen, és megkezdtem a második évet. Na, ő nem halni készül, ugye? És amikor én Szent Györgyit olvastam, akkor én azt is kiolvastam belőle, és egy kicsit módosítottam rajta később, hogy az emberi szenvedés nem csak az, amikor valaki ágyhoz kötött halálos beteg, hanem amikor egy idős ember már nem örül az életnek, az is szenvedés. Amikor már várja az elmúlást, és már nem talál örömöt a létezésben, az is szenvedés. Még egyet hagyd mondjak, mert ez nagyon kedves számomra, ugye a nőgyógyász múltommal, szülésznőgyógyász múltommal. Láttam sok gyermekágyas anyukát, és írt nekem egy 37 éves hölgy, egy jogász hölgy, azt írja, hogy a 8 éves lányom mellett egy 10 hónapos pici babát nevelek. A szülést követően a mai napig rengeteg energiám van, annak ellenére, hogy éjjelente 3-4 alkalommal felkelek a babámhoz. Azt, hogy így bírom a mindennapi strapát, a vitaminoknak köszönhetem. Nem egy tipikus kismama, ugye? Jön haza a férj, hogy vagy szívem? Jól? Fenn voltam 4-szer, kit érdekel? Tele vagyok energiával.
Majd meglátjuk, hogy te tele vagy-e. Én állok elébe. Ja, mert nem, ez egy nem egy átlagos, és én azt gondolom, hogy az is szenvedés, amikor egy kismama, akinek kisbabája van, akkor ment el az eszem, amikor még egy gyereket vállaltam. Vagy a férje megpróbál hozzábújni, és az a Béla. Ezt a hülyeséget 2-3 évre felejtsd el. Szóval elkezdtem tapasztalatokat gyűjteni, sok ezer ilyen levelet olvastam el, és levontam két fontos következtetést. Szent Györgyi Albert indított el ezen a pályán, de azt gondolom, hogy amit ő megjósolt, az igaz, de a helyzet még annál is jobb, mint amit ő megjósolt. És két fontos következtetést vontam le. Az egyik az az volt, hogy még az eleve egészséges embereknél is számottevő életminőségjavulást, egészségjavulást lehetett elérni. Tehát akik eleve egészségesek voltak, még az ő életük is sokkal jobb lett, és a másik következtetésem pedig az volt, hogy ezek szerint az emberi jóllét és az emberi egészség határai sokkal magasabban húzódnak annál, mint azt eddig hittük. Tehát nem ott van a léc, magasabban van a léc. Az ember lehet sokkal jobban. És ezzel úgy éreztem, hogy összeállt nagyjából az a kép, amit Szent Györgyi Albert megjósolt, hogy milyen lehet majd a világ. Elkezdtem erről embereknek beszélni, és azt gondoltam, hogy nagyon könnyű lesz. Nagyon könnyű dolgom lesz. Az emberek rajongani fognak ezért a témáért. Az egészségügyi miniszter ölelgetni fog. Imádni fog. Mindenki szeretni fog. Hát csuda jó dolgokat mondok. És aztán beleütköztem egyfajta érdektelenségbe, egyfajta értetlenségbe, és meg akartam érteni, hiányzott a válasz, hogy miért. És akkor értettem meg egy nagyon fontos dolgot, találtam egy fogalmat, és ez a fogalom a következő, Errol Hubbard gondolkodónál találtam, ideális kép. És azt találtam, hogy az érdektelenségnek az az oka, hogy az embereknek nincs az egészséggel kapcsolatban ideális képük. Elmagyarázom. És mindjárt érthető lesz. Mi az, hogy ideális kép? Mi az, hogy ideális kép? Több jelentése is van. Az egyik jelentése az, aminél rosszabb, nem elfogadható. Tehát az a szint, amit feltétlenül el kell érni. Tehát aminél rosszabb, ez az egyik jelentése. Van egy másik jelentése is, a reálisan elérhető legjobb. Ami valóban elérhető, de tényleg elérhető, de el is érhető, a leárisan elérhető legjobb. Mindjárt mondok példákat is, meglátják, borzasztó egyszerű dologról van szó. És van még egy olyan jelentése is, amit el akarok érni. Én el akarom érni. Amit el kell érni. Amire büszke leszek. Ami, mondhatom azt, hogy valami elérendő cél. Nem bonyolult, a sportolók állandóan ezzel élnek. A sportolónál mindig van ideális kép. Mi egy sportolónál tudjuk, hogy mi a reálisan elérhető legjobb. Ha valaki már ugrott akkorát, felfelé, vagy hosszában, vagy futott annyi idő alatt, akkor látjuk, hogy azt már el lehetett érni. Egy sportoló mindig annál egy kicsivel jobbat akar. Az az elérendő cél, megdönteni a csúcsot. De az életünkben kell legyenek ideális képek, és vannak is. Egy édesanyának van ideális képe az otthoni rendről. Amiben nincs benne az elhagyott gatya meg az okni. Az nem része az ideális képnek. És mondja, de jó, de aranyosak vagytok. Hogy feldíszítettétek a padlót elhagyott ruhadarabokkal? Ugye az embernek van ideális képe a tisztaságról, van ideális képe a barátságról. Mi fér bele egy barátságba?
Mi az, ami nem fér bele egy barátságba, egy párkapcsolatról? Vannak ideális képeink akkor is, hogyha nem tudjuk. Ideáljaink, ahová tesszük a lécet, és ami alá nem vagyunk hajlandóak menni. Mert azt gondoljuk, hogy az alá menni megalázó lenne számunkra. És én azt találtam, hogy az egészséggel kapcsolatban nincs ideális kép. Nincs ideális kép sem az orvosok fejében, sem a közönség fejében. Egyáltalán nincs, hiányzik az ideális kép. És elkezdtem keresni ideális képet, mert az orvosi egyetemen ez nem volt tananyag. Az egészség nem tananyag. Nincs olyan tantárgy az orvosi egyetemen, hogy egészség. Nincs olyan tantárgy, hogy az egészség megóvása. Nincs ilyen tantárgy. A tantárgy tanulása betegségeknél kezdődik. Tehát onnan indulunk, hogy mindenki beteg lesz. És elkezdtem adatokat találni, és ez nem volt része az orvosi tananyagnak. De majd megmutatom, hogy ezek igazolt adatok. És az ideális kép, az emberi szervezet, az emberi test a benne lévő kódolt adottságai révén alkalmas arra, hogy 120-140 évig működjön. Ezt nem tanultuk az orvosi egyetemen. És ez még hagyján alkalmas arra, hogy 120-140 évig komolyabb betegségek, meghibásodások nélkül működjön. Mert ez egy nagyon fontos rész. Tehát mondhatjuk azt, hogy teljes egészségben. No. És amikor ezt néztem, amikor ez az adatom meglett, elmegyek előadást tartani, el fogom mondani az embereknek, de lehet, hogy nem is mondom el. Mert felugranak, felrohannak mind a színpadra, össze-vissza fognak csókolgatni, Gábor, de jó, 120-140 év, hurrá! És felfelé fognak dobálni, mint egy győztes hadvezért. És mindenki ülve maradt. És aztán kiderítettem, hogy miért. Hát, kicsit meg kellett néznem, hogy mi van az emberek fejében ideális kép helyett. És mondják, hát persze, az ember 70 éves kora körül már kripli. Ki a halál akar még 50 évet járókerettel? 60 elég lesz. Az, hogy teljes egészségben, az egyáltalán át sem ment az a gondolat. A 120-140 meg, hát én addig te. Én ugyan nem akarok. És akkor elkezdtem egy kicsit jobban utána járni ennek, és összeszedni a gondolataimat, és összeemlékeztem arra, hogy például amikor begyógyászkodtam, mi volt a szlogen egymás között. Viccnek szántuk, de azért sokat mondó vicc, az volt a belgyógyászok között a poén, hogy ide figyelj, egészséges ember nincs, csak hanyag belgyógyász. Jó kis ideális kép, nem? Egészséges ember nincs. Nem néztünk bele elég mélyen. Még hosszabban be kellett volna dugni a fekete csövet, vagy valami finomabb módszerekkel. Nincs egészséges ember. De ha ez van a fejekben, még ha vicc szintjén is, az azt mutatja, hogy hiányzik egy ideális kép. És nem azt nézzük, hogy miért romlik el, amikor elromlik, és hogy romolhat el. Ha van egy autónk, amire azt mondják, hogy 120-140 év garancia van rá, akkor mennénk reklamálni, nem? Hogyha elromlana 60 év múlva. Szólnánk, ha-ho, ennek még nem lett volna szabad elromolnia, és az emberek azért fogadják el a rosszat, mert nincs ideális képük. Stabil. Nem csak hallották valahol, hanem az ő saját meggyőződésük, tudja? Az ideális kép az az embernek a saját belső meggyőződése. Egy barátságról, a hűségről, a tisztességről, a korrektségről, és minden ideáról, amit ő szeretne elérni, az az ő belső gondolata, nem csak azért, mert hallotta, hanem mert az ő saját gondolatává vált. És amikor nem a sajátja, ugye ez volt az orvosoknál, egészséges ember is csak hanyag belgyógyász, és aztán elmentem egyszer, adtam egy interjút egy női lapnak,
az egészségi rovat vezetője jött, 30-valahány éves volt a hölgy, csinos, jól nézett ki, és jött, és azt mondta, hogy jaj, de jó, megcsináljuk az interjút, és utána leülünk beszélgetni, szeretnék néhány kérdést feltenni, mert ugye tudjuk, hát 40 fölött már elkerülhetetlenül jönnek a betegségek. De jó, hogy ő az egészségügyi rovat vezetője. 40 fölött már elkerülhetetlenül jönnek a betegségek. Hát, hogy neki nem volt meg ez az ideális képe, az biztos. De nekem sem az orvosi egyetemen. És aztán elkezdtem egy kicsit jobban figyelni, hogy hogy is alakulhatott ki ez a társadalomban. És néztem a médiát. Imádom. Üljenek le a tévé elé, nézzék meg, milyen az ideál. Milyen a jövő férfi ideája. Egy férfi, aki el tudja vinni a vizslát sétálni, anélkül, hogy bevizelni. Micsoda hős! Milyen egy büszke hölgy, aki be tud számolni a barátnőjének, hogy a Guttalax révén a héten már harmadszor volt kakika. Micsoda magasrendű eszmék! És hogyha az ember nézi a televíziót, akkor látja, hogy az ember, annak vagy fáj a feje, vagy gombás a körme, vagy büdös a hónalja, vagy fájnak az ízületei, és még a legjobb esetben is, amikor hintáztatja az unokát, nem arra gondol, hogy milyen szép az a kölyök, hanem arra, hogy el kellene kezdeni aszpirin protektet szedni, hogy ne legyen agyvérzése. Persze, ezeket az embereket, akik ilyen kis esendőek, nyomorultak, fenyegetik a baktériumok. Úgyhogy néztem, nagyon izgalmas kultúrában élünk, ahol az embernek azt sugallják, hogy ő egy legyőzött valaki. És hogyha az embereket fel akarjuk emelni, akkor az embereknek ideális képeket adunk. És nem fognak kevesebben megelégedni. És hogyha leromboljuk az ideális képeket, vagy nincsenek egy társadalomban, az a legjobb mód rabszolgává tenni az embereket. Mert csak az az ember tiltakozik, akinek van ideális képe. Akinek nincs, annak nem tűnik fel a rossz. Már azt hiszi, hogy 40 fölött már elkerülhetetlenül jönnek a betegségek. És az a legnagyobb rabszolgaság, amit a fejekben építünk ki, az ideális kép hiánya. Én, amikor gimnazista voltam, akkor volt Miskolcon egy csodabogár. Egy ember volt, akiről tudtuk, hogy kábítószerezik. Végigment időnként belőve a főutcán, és ismerte az egész város. És tudtuk, hogy ő a narkós. És megvetették az emberek. Ma a gimiseknek 40%-a kipróbált már kábítószert. Hol van az ideális kép? Érték? Ha nincs ideális kép, akkor bármi belefér, nem? És az egészséggel kapcsolatos ideális kép hiánya az embert kiszolgáltatottá és esendővé teszi. És azért én azt tűztem ki célul, hogy ideális képet adok az embereknek. Azt gondolom, hogy van, amikor sikerül is. Azt írja nekem egy hölgy, ő 70 éves. Én szeretem ezt a levelet, ez az egyik kedvenc levelem. Több tízezer ilyen levelet olvastam már el. Azt írja a hölgy, 2 éve a kezembe került az ön könyve. Egy szuszra elolvastam. Azóta minden könyvét elolvastam, és újra előveszem, mindig találok új dolgokat bennük. De itt ez az. Rögtön elhatároztam, hogy megetetem a sejtjeimet a szükséges vitaminokkal. Imádni való, nem? Egy hónap után az allergia elleni gyógyszeremet kidobtam, nem volt rá szükségem többé. Az utóbbi 2 év alatt a szemem is javult 1,5 dioptriával. És akkor most jön, amit igazán olvasom. Azóta csak azért teszem a vitaminokat, hogy egészségesen halljak meg. Ne szoruljak öreg koromra, a családom vagy idegenek segítségére. Jól vagyok? Orvoshoz csak akkor megyek, ha jogosítványomat kell meghosszabbítani.
Jól vagyok, csak azt sajnálom, hogy nem hamarabb találtam meg a doktor úr könyveit, mert akkor lehet, hogy tényleg 120 évig élhetnék egészségesen. Na, majd meglátjuk, most 70 éves vagyok, és semmi bajom. Érték? Az embert, ha fel akarjuk emelni, és egy jobb jövőt akarunk neki adni, akkor először adunk neki ideális képet. Ha egy gyerek nem akar tanulni, akkor annak több oka is van, de az egyik oka az, hogy nincs ideális képe a saját jövőjével kapcsolatban. Anyunak van. Azért próbálja anyu rugdosni, hogy tanuljon, mert neki van, a gyereknek meg nincs. A tétlenség mögött nagyon sokszor az ideális kép hiánya áll. És azok az emberek, akiknek vannak magasrendű ideális képeik, azok az emberek sokszor a politikai hatalom számára kényelmetlen emberek. Önálló véleményük van. És saját világuk van arról, hogy mit szeretnének elérni. Na, az, hogy ez elérhető, arról is találtam könyveket, csak nagyon röviden, nem egy könyvet, többet is. Az 1900-as évek elején az amerikai kormány orvos expedíciókat küldött a világ olyan tájaira, ahol bizonyos elszigetelt népcsoportok feltűnően hosszú ideig éltek teljes egészségben. Olyan helyekre, ahol az átlagos élettartam jóval 100 év fölött volt. És az általunk elfogadottnak tartott civilizációs betegségek 95%-a ismeretlen volt. Úgyhogy az amerikai kormány orvos expedíciókat küldött, hozzák haza a titkot, nézzék meg. És hazahozták, és megjelentek könyvekben ezek a leírások. Ugyanaz, amit én találtam, csak vannak rá bizonyítékok. Teljes népcsoportok élnek hosszú életet. És az idős emberek fiatalosak, fürgék, és élvezik az életet. És akik azt mondanám, hogy 120-140 évig lehet élni, azt mondják, hogy komolyan, én azt hittem, hogy csak 110 évig lehet. De jó, akkor még egy 10-es rá tudok húzni. Akkor még tudok lovagolni. De jó, ahogy Szent György is. Szent György egyébként nem bírta meg ezt a kort, de azért a vitaminokat elég ügyesen használta. 75 éves korában tanult meg vízisízni. Mondta, hogy van végre egy kis idő. A mások 75 éves korukban már nem vízisízni tanulnak. No, szóval a kép összeállt, és azt mondtam, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy ideális képeket adjunk, és az orvosok annak idején hazahozták ezeket az adatokat, de az akkoriban megerősödő gyógyszeripar már nem engedte, hogy ebből népegészségügyi program legyen. Akkoriban kezdődött el az orvoslás átalakítása. Akkoriban kezdték el kiseperni a gyógyszeripart zavaró tananyagot az orvosképzésből, és így az orvos expedíciók által hazahozott tudás sem vált népegészségügyi programmal. Hát ha már a gyógyszermafiát említettem, akkor csak egy-két gondolatot, mert jön majd mindjárt egy imádnivaló jó hír, nagyon fogják szeretni, nagyon büszkék lesznek rá. El fogom mondani, hogy hogyan kerültek magyar orvosok megint a világ tudományos élvonalába. Nagyon fogják szeretni, nagyon izgalmas adatok. Csak előtte hagyj mutassak önöknek egy olyan levelet, ami 100 millió forintot ér. Azt írta nekem egy hölgy, ez 2008-ban volt, azt írta nekem egy hölgy, feltűnő javulást elsősorban a kalcium és a magnézium szedése óta tapasztaltam. Csökkent a hátfájásom gyakorisága, és a legutolsó csontritkulás eredményem jobb lett. Idézve a leletet, a csontok méztartalma az előző vizsgálatokhoz képest javult. A kezelő orvos csodálkozott az eredményen. Ezen nem csodálkozom, mert a hivatalos tananyag szerint a csontritkulást nem lehet javítani. Lehet fékezni az akkori adatok szerint, de nem lehet javítani. Most megérte nekem ez a hölgy ezt a levelet, és én ezt, meg még néhány hasonló levelet betettem egy magazinba, és elküldtem az embereknek, hogy lássák, tanuljanak, okuljanak belőle. Majd megjelent nálam a gazdasági versenyhivatal, és megkérdezték, hogy hány helyre küldtem ki ezt a magazint. Mondtam, hogy 100 000. Tehát nagyon jó, akkor a büntetés 100 millió forint. Úgyhogy megkaptam minden idők második legnagyobb büntetését, mert engedély nélkül küldtem ki olyan állítást, ami
csak a gyógyszerek számára fenntartott gyógyhatást tulajdonít nem gyógyszereknek. Van egy ilyen fogalom, hogy csak gyógyszerek számára fenntartott gyógyhatás. Úgyhogy megkaptam a 100 millió forint büntetést, próbáltam meggyőzni őket, mondtam, hogy de hát orvos vagyok. Hát mondták, persze, hát azért 100 millió forint, hát ez súlyosbító körülmény, hogy orvosként ilyeneket mond. És aztán elindult az úthenger, volt nálunk minden. Megismerkedtem az ANTS-szel, volt nálunk sorozatosan rendőri fegyveres razzia, leseperték a vitaminokat a polcokról, talán néhányan emlékeznek a televízióból folyt, hogy veszélyesek a vitaminjaim az emberi egészségre. Volt minden, volt nálam a legszigorúbb adóvizsgálat, adóhatósági vizsgálat. A végén az APEC ellenőr elmondta, hogy azzal a azt a megbízatást kapta, szóban, nem írásban, hogy találjon nálam valamit, ami lehetővé teszi, hogy 3-5 évre ki lehessen vonni a forgalomról. Tehát, hogy hűvös le lehessen tenni. Nagyon izgalmas volt. Megismerkedtem egy kicsit a gyógyszermafiának a módszereivel, és nagyon érdekes volt, hogy ilyen nagyot ütnek egy ilyen egyszerű dologért. És aztán tizenvalahány pert indítottam a magyar állammal szemben. 6 évig tartott a háború, 2014 nyarán megnyertem az utolsó pert is, tehát ez jól zárult a dolog. Ami közben izgalmas volt, az egyik per, az egyik első per, nem a legelső, amit a legfelső bíróságon is megnyertünk, utána az ANTS jogásza félrehívta az én ügyvédemet, hogy elmondja, hogy miről szólnak a támadások. És azt mondta, mi mindig is tisztában voltunk azzal, hogy nincs semmi baj Lenkei úr vitaminjaival. Minket egyetlen egy dolog zavar, az a szemléletmód, amit az emberek körében terjeszt. És amikor ezt elmondta, akkor nagyon büszke lettem. De jó! De jó! Köszönöm szépen! De jó! Hát akkor ez már elérte azt a szintet, hogy érdemes elvágni a torkam. De jó, akkor már sok okos ember van. Akkor már megszámlálható a mennyiségük, mert ha ez nem lenne sok, akkor nem törődnének azzal, hogy kitörjék a nyakam. És igen, az igazság az az, hogy erről szól. Én megfogalmaztam egy célt, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy egy új egészségkultúra. És abban az új egészségkultúrában az emberek sokkal felvilágosultabbak, sokkal szabadabbak, sokkal nehezebben félrevezethetők. Írtam könyveket, különféle témákban tartottam már előadásokat, csak egy-két gondolatot hagyd mondjak illusztrációként. Abban az új egészségkultúrában, igenis én azt akarom, hogy az emberek túlnyomó többsége, vagy mindegyike tisztában legyen, például azzal, hogy a fájdalom csillapítás az egy humbug. Hogy egyetlen fájdalom csillapító sem csillapítja a fájdalmat. Tudom, hogy a reklámban az van, hogy a fájdalomcsillapító okos részecskéi, mint a nyomkövető rakéta, megkeresik a fájdalom helyét, és ott hatnak. Nem igaz? Egyetlen fájdalomcsillapító sem csillapítja a fájdalmat. Egy dolgot tudnak. Elvágják az agy és a fájdalom helyek közötti kapcsolatot. Elvágják a vezetéket. A fájdalom ott van. Olyan, mintha bejönne ide a tűzoltó, mert villog a tűzjelző lámpa, oda mennék és kinyomnám a szemét. És megkérdezném, van szerinted bármi probléma? Ezzel nem látok semmi gondot. A fájdalomcsillapító csak eltompítja az embert. Én nem azt mondom, hogy nincs rá soha szükség. De azt elhitetni az emberekkel, hogy csillapítja a fájdalmat, hazugság. Nem csillapítja. Úgyhogy a nagyi, aki eddig nem tudta felemelni az unokát, mert fájt a dereka, annak a dereka üzent, hogy ne emelj, mert van valami baj. És hogyha adok neki fájdalomcsillapítót, és most már boldogan pörög az unokával, akkor van egy butább nagyi, aki már azt se tudja, hogy fáj a dereka. Eddig okosabb volt, mert fájt. Tudta, hogy fáj neki. És aztán van néhány ilyen dolog, például abban az egészségkultúrában azt akarom, hogy az emberek tudják, hogy sóval, konyhasóval nem lehet megemelni a vérnyomást. Orvosi tananyag, én nem tudom, az új tankönyvekből kimaradt, mi még részletesen megtanultuk, csináltak erre vonatkozó kísérleteket.
És az embereknek adtak nagyon nagy mennyiségű konyhasót, hogy megvizsgálják, hogy nő-e a vérnyomás. És azt találták, hogy nagyon rövid időre, átmenetileg néhány napra, néhány ponnyival lehet megemelni a vérnyomást, nagyon nagy adag sóval. A nagyon nagy adag, azt úgy gondolják el, hogy kap valaki még két púpos evőkanállal. Tehát nem úgy éppen nyalint egy picit belőle. Azon felül, amit szokványosan fogyasztott. És meg lehet emelni a vérnyomást néhány napra, mondjuk 130-ról 133-ra. Vagy 134-re, ez nem vérnyomás emelkedés. Mert az orvosi tankönyvben benne van, hogy az emberi szervezet nagyon nagy só feleslegeket is nagyon rövid idő alatt kiürít a szervezetből. És ha valakit érdekel jobban a téma, van egy ingyenesen megnézhető előadásom, egészségünk titkai, amit még soha nem mondtak el önnek, ott elmagyarázom abban az előadásban, hogy hogy működik a test. A test nem úgy működik, hogy meg kell szabadulnia a sótól, pont fordítva működik. A szervezetben van egy mechanizmus, ami révén a szervezet, a vese kiüríti a testben lévő só nagy részét, és úgy kell visszanyerni. Tehát a szervezetnek nem az jelent feladatot, hogy megszabaduljon a sótól, hanem az, hogy el ne veszítse a sót. Úgyhogy sóval nem lehet megemelni a vérnyomást, viszont sóhiánnyal igen. Szintén orvosi tananyag. Úgyhogy abban a kultúrában nem lehetne riogatni az embereket azzal, hogy ne sózzák meg az ételt, mert bajuk lesz. Nem lesz bajuk. Viszont, hogyha valakinek nincs elég konyhasú a szervezetében, akkor fáradékony lesz, gyenge, izomgyengeség, erőtlenség fog rajta erőt venni. Aztán ebben a kultúrában, amit én megálmodtam, biztos tudnák az emberek, hogy mi is az a koleszterin, és nem lehetne őket szédíteni mindenféle süket dumákkal. Az emberek tudnák, hogy az emberi szervezet saját maga számára mindig termel koleszterint. Nem azért, hogy bosszantsa a kardiológusokat, hanem azért, mert az emberi test koleszterin hiányában elpusztul. A koleszterin egy létfontosságú tápanyag, és azért fontos, mert az emberi szervezet nagyon sok mindent készít belőle. Úgyhogy ha valaki soha életében egyetlen tojásra sem nézett rá, soha nem jutott le a torkán egyetlen milligramnyi koleszterin sem, akkor is lesz a testében koleszterin. Mindig. Sőt, a mérések szerint a vegetariánusok koleszterin szintje általában magasabb, mint a hurkaevőké. A szervezet egy olyan játékot játszik, hogy méri, hogy mennyi koleszterint tettünk meg, és ha sokat ettünk, kevesebbet termel. Ha egyáltalán nem eszünk, nagyon sokat termel. És ez egy állandó mérés, egyensúlyi játék, úgyhogy benne van az orvosi tankönyvben. Még én tanultam, hogy diétával nem lehet jelentős mértékben befolyásolni a koleszterin szintet. Se felfelé, se lefelé. Az embereket nagyon koleszterin gazdag diétára fogták, olyan ételeket etettek velük, amiből csorgott a koleszterin, és ilyen erőltetett diétával átmenetileg 10%-kal tudták megemelni a koleszterin szintjüket. Orvosi tananyag volt. És abban a kultúrában az emberek tudnák, hogy a koleszterin az alapanyaga a D-vitaminnak, az alapanyaga a női és a férfi nemi hormonoknak, minden egyes sejtünk körül van egy kis kabátka, úgy hívják, hogy sejthártya, abban nagyon sok koleszterin van. És tudnák az emberek abban a kultúrában, hogy az agy felépítéséhez sok koleszterin kell. És tudnák azt is, hogy például az anyatej nagyon sok koleszterin tartalmaz. Sokkal többet, mint a híresen zsíros kecsketej. És nem azért, mert az anyuka ki akarja csinálni a babáját. Na ezt így a te kis mocsok. Olyan agyvérzésed lesz 3 éves korodra, hogy beletépülsz. Hanem azért van az anyatejben sok koleszterin, mert az ember agya remélhetőleg nagyobb lesz, mint a kecskéjé. Mert a kecskének ugye nincs olyan sok feladata, neki mekegni kell tudni. De az ember azért úgy szeretne majd színházba járni, verseket olvasni, szerelmes lenni, gondolkodni. Igaz, és ahhoz egy nagyobb agy kell. És ahhoz, hogy ezt a nagyobb agyat felépítse a baba, ahhoz koleszterinre van szüksége. És ebben a kultúrában, ez egy nagyon csábító téma, írtam egyszer erről egy könyvet, az volt a címe, hogy a koleszterin,
És senki nem vette meg. Ránéztek, azt mondják, jaj, tudom, ártalmas, köszönöm szépen. Úgyhogy át kellett írnom, ki kellett adni még egyszer, hogy a koleszterin nem ártalmas. De az előző nem fogyott el, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elküldöm a házi orvosoknak. Úgyhogy elküldtem ajándékba a házi orvosoknak, egyébként elképesztően jó válaszokat küldtek. Bámulatos. Leírták, hogy nekik nincs szabad döntésük azt illetően, hogy felírják-e valakinek a koleszterin szintcsökkentőt. Kötelező protokoll, ha az érték magas. Ő nem dönthet úgy, hogy nem írja fel, azt megteheti, hogy felvilágosítja az embert, és az ember azt mondja, hogy mégsem kérem. De az orvos nem mondhatja, hogy nem írja fel. És abban a kultúrában, amit én elképzeltem, az emberek tudnák, hogy amikor azt mondják nekik, hogy magas a koleszterin szintjük, az mit jelent? Mert a legtöbb ember azt hiszi, hogy a normális értéknél magasabb, ugye? Ha azt mondják valakinek, hogy magas a koleszterin szintje, azt mondja, magasabb, mint a normális. Nem. Senki se tudja, mennyi a normális koleszterin szint. Nagyon nagy viták dúlnak e körül. Nemrég jelent meg egy japán tanulmány, amely azt mondja, több évtizedig tartott a japán tanulmány, azt mondja, hogy azok az emberek, akiknek magasabb a koleszterin szintjük, nagyobb eséllyel rendelkeznek, hogy egészségesek maradnak, mint akiknek alacsonyabb. Szóval senki sem tudja, hogy mi az, hogy normális. Nem a normálishoz képest, az orvos kollégák is megírták. Van egy olyan fogalom, hogy célérték. Van egy koleszterin bizottság, ami évről évről összeül, és megszabja, hogy mi az a koleszterin szint, amit el kell érni az embereknél, minél nem lehet magasabb. Az nem a normális koleszterin szint, az a bizottság által megállapított koleszterin szint. Volt már nagy botrány a bizottság körül, meg kiderült, hogy a tagjainak a túlnyomó többségét hálásak szoktak lenni olyan gyógyszergyárak, akik koleszterin szintcsökkentőket forgalmaznak. Oké? Tehát amikor valakinek azt mondják, hogy magasabb a koleszterin szintje, akkor az a célértékhez képest. Magasabb, amit évről évre lejjebb visznek. Amikor én fiatal kezdő orvos voltam, magasabb koleszterin szint számított elfogadhatónak, mint ma. Ugyanúgy a vérnyomásnál is. A vérnyomásnál is célérték van. Nem mondja nekem senki, hogy minden embernek ugyanannyi kell legyen a vérnyomása. A 45 kilós hintaszékben kötögető nagymamának annyi kell legyen, mint a 120 kilós kigyúrt hústoronynak. Nem már, valami nem stimmel. Ott is célérték van, és a célérték az egyre inkább közelíti szerintem az ájult földigi liszta vérnyomását. No, szóval, jó hír. Van egy csodálatos jó hírem. Bármi történt, ugye ezek az egész háborúnak, csak azért említettem a háborút, mert van gyógyszermafia, tudom, a saját bőrömön tapasztaltam. De azért említettem a háborút, hogy bármi történt, megérte. Két okból. Egy, az bizonyította a háború, hogy lehet győzni. Lehet. Lehet. Talpon lehet maradni. És a másik, ami miatt megérte, hogy igenis, előbb-utóbb megfogan a gondolat, én tudtam. A legelső könyvemben is azt írtam, hogy én nem kritizálom, nem piszkálom, nem támadom az orvosokat. Tudom, hogy a túlnyomó többségük jó szándékú segíteni akaró ember. És tudtam, hogy előbb-utóbb a gyógyszeriparnak az erőltetett befolyása el fog érni egy pontot, ahol az már túlzás. És az orvosok is meg fognak csömörleni tőle, és az orvosok is elkezdenek keresni más megoldásokat. Mert eredményt szeretnének elérni. És egy ilyen dologról szeretnék beszámolni önöknek. Csodálatos dolog történt Magyarországon. 14 magyar orvos, nem mindegyikük professzor, de a túlnyomó többségük a szakmájának a csúcs képviselője. Gyakorló orvosok is vannak köztük, a túlnyomó többségük gyakorló orvos, gyermekgyógyász, tüdőgyógyász, allergológus, kardiológus,
szülésznőgyógyász, mindenféle orvos. Van közöttük olyan is, aki laboratóriumi orvos, kutatóorvos, 14 orvos nekilátott annak, nemzetközileg is elismert szaktekintélyek, nekifogtak annak, hogy elkezdjék kiértékelni a vitaminok lehetséges jótékony hatásait. Sehol a világon ilyen még nem történt. 14 orvos, elég komolyan kell gondolniuk a dolgot ahhoz, hogy ott hagyják a munkájukat, és találkozzanak egymással, és elkezdjenek arról beszélgetni, hogy mit fognak tenni ahhoz, hogy megvizsgálják ezt a jótékony hatást. Találkoztak, megegyeztek abban, hogy mindenki összegyűjti a saját szakmája területén a tudományos bizonyítékokat, megegyeztek abban, hogy első körben egy vitamint választanak ki, hogy ne legyen túl bonyolult a téma, és úgy döntöttek, hogy ez a vitamin legyen a D-vitamin. Mindenki hazament a házi feladattal, összegyűjtötték a tudományos eredményeket, majd összegyűltek egy újabb találkozóra, egy újabb konferenciára. Azt úgy hívják az orvoslásban, hogy konszenzus. Konszenzus konferencia. A kon az egy latin szó, abból azt jelenti, hogy együtt. A szenzus az pedig a szentíre. Szintén latin szó, azt jelenti, hogy érez, gondol. Tehát ez azt jelenti, hogy amit ők együtt, mindannyian együtt ugyanúgy gondolnak. Tehát mondhatnám azt, a konszenzus konferencia az egy egyetértés konferencia. Leültek a tudósok, mindenki elmondta, hogy ő mit talált, és a végén írtak egy 20-valahány oldalas tudományos közleményt, amiben mindannyian egyetértenek. Abba csak olyan került bele, amiben mind a 14 orvos egyetért. Na, ebből mondanék néhány gondolatot. Izgalmas. Az első megállapításuk az volt, hogy az emberek mind D-vitamin hiányosak. Kivétel nélkül. Minden ember D-vitamin hiányos. A második megállapításuk az volt, hogy minden korábban hitt mennyiségnél sokkal több D-vitamint kell pótolni. Tehát ugye az volt, ha mindenkinek hiánya van, a megállapításukhoz hozzátartozott, hogy természetes módon senkinek nem lesz elegendő mennyiségű D-vitamin a szervezetében. Pótolni kell. Vagy injekció, vagy tabletta, kapszula formájában pótolni kell. És a második következtetésük az volt, hogy ez a korábbi javasolt napi adag maximuma, a következtetésük az volt, hogy minden korábban véltnél sokkal többre, legalább 10-szeres mennyiségre van szükség. A következtetésük az volt, hogy messze alul értékelték ezt a dolgot. És itt szeretném felhívni a figyelmet valamire, ami a kultúrálatlanságnak a következménye, egy rossz fogalom. Az emberek szokták használni azt a fogalmat, hogy nagy adag vitamin. Ez nem nagy adag vitamin, ez a szükséges mennyiségű vitamin. Érték? Az nagyon más, mint a nagy adag. Ha valaki ki tudja fizetni az összes számláját, mert annyi a fizetése, akkor nagy adag a fizetése? Éppen elegendő. Tehát tegyünk különbséget, mert ugye a gyógyszeripar azzal játszik, hogy az elegendő mennyiségű vitamint elnevezték nagy adag vitaminnak. Értik? Értik a trükköt? Csak az emberek elkezdenek aggódni, hogy nem lesz túl sok? Nem! Nem, még talán marad egy pár fillér a zsebemben. Ugye azt mondják, hogy ha az ember C-vitamint vesz be, akkor az nagy pazarlás, mert a világ legdrágább vizeletét fogja előállítani. Nagyon jól félre lehet vezetni vele az embereket, pontosan fordítva van. Addig, amíg a vizeletben nincs elegendő mennyiségű C-vitamin, az bizonyítja, hogy annak az embernek súlyos C-vitamin hiánya van. Addig, amíg egy ember nem tud egy kis pénzecskét félre rakni, addig nem olyan nagyon sok az a fizetés, ugye? Tehát ha már meg tud jelenni a vizeletben a C-vitamin, azt jelenti, hogy a szervezet már kapott. És már marad arra is, hogy kiürítse, értik? Addig, amíg nem örül, addig nem elég. Oké,
Na, tehát a doktorok megállapították, hogy mennyi az elegendő. Nem nagy adag, nem sok, hanem az elegendő. És a következőt tették közzé. Mind a 14-en aláírták, és a következőt tették közzé. Néhány adat, nem akarok mindent elmondani, nem akarok túl sok adatot, csak szemléltetni a jelentőségét ennek a tudományos konferenciának. A doktorok azt mondták, hogy ha minden ember elegendő mennyiségű D-vitaminhoz jutna, és nem lenne D-vitamin hiányuk, akkor 35%-kal csökkenne a daganatos betegségek száma. 35%-kal kevesebb rákbeteg. Az hány család életét mentené meg? És ez csak a D-vitamin. Az emberek nem lennének D-vitamin hiányosok, 35%-kal kevesebb lenne a daganat. Azt mondták a doktorok, ha elegendő mennyiségű D-vitaminhoz jutnának az emberek, 78%-kal csökkenne az inzulinos cukorbetegek száma. 90%-kal lenne kevesebb influenzás megbetegedés. Sért érdekeket, azt gondolom, ugye? Azt mondták, hogy az összes megbetegedés száma 7-10%-kal csökkenne. Ennyiben lenne az összes betegség kevesebb, ha az embereknek nem lenne D-vitamin hiányuk. És az emberek, ha elegendő D-vitaminhoz jutnának, nem lenne D-vitamin hiányuk, az átlag életkor 2-3 évvel nőne. Csak a D-vitamintól. Én tudom, hogy ilyen konferenciát lehetne tartani a C-vitaminról, a B1-ről, az E-ről, és majd lesz is. Tudom, mert a múlt század közepén megjelent egy nagyon érdekes könyv az Egyesült Államokban. Az a címe, hogy kulcs az egészséges szívhez, az E-vitamin eltitkolt története. És ebben a könyvben olvasható, hogy ha az embereknek nem lenne E-vitamin hiányuk, elegendő mennyiségű E-vitaminhoz jutnának, akkor a szívbetegségeknek a felét kihúzhatnánk a listáról. És azt gondolom, hogy lesz is majd ilyen konferencia, és a végén lesz majd olyan konferencia is, ami a vitaminok együttes hatásait fogja vizsgálni. Írtam egy könyvet, az a cím, hogy Betegségnek tűnő állapotok, és ebben elmagyarázom, hogy az, amit ma betegségnek hisznek vagy vélnek, annak körülbelül a fele kiradírozható lenne az ember történelem könyvéből megfelelő mennyiségű vitaminnal. Nem nagyon szeretik ezt a könyvet bizonyos helyeken, én kedvelem, szerintem nem rossz. Na és a doktorok még számoltak. Ez is az ő közleményükből van. Azt mondták, hogy a magyar lakosság, a teljes magyar lakosság ellátása D-vitaminnal körülbelül 15 milliárd forintba kerülne egy évben. Mindenki elegendő mennyiségű D-vitamint kapjon. Az egészségügyi költségek ennek hatására a megszűnő betegségek miatt 250 milliárd forinttal csökkennének egy év alatt. Ha belegondolnak ennek a pénznek a nagy része a gyógyszeripar zsebéből folyna ki, ez elég fájdalmas árbevétel kiesés évente, ugye? Ha ezt átszámolom, akkor ez hozzávetőleg 800 millió euró. Egy ilyen picike országban, mint Magyarország. 800 millió euró. Ha átszámolom az Európai Unió 500 milliós lakosságára, akkor ez 40 milliárd euró árbevétel kiesés egy év alatt csak a D-vitamintól. Ennél kevesebbért is öltek már embert. Értik már, hogy kire veszélyes a nagy adag vitamin? Szerintem is veszélyes. Én nagyon tudom, hogy kikre veszélyes, nagyon jól tudom. Nagyon veszélyes.
a nagy adag vitamin. A nagy adag vitamin valójában megfelelő adag vitamin. És Szent Györgyi Albert emlékeznek, mit mondott? Ha pontosan megértjük a vitaminok működését, és megfelelően alkalmazzuk őket, akkor az emberi szenvedést olyan mértékben tudjuk majd csökkenteni, amit ma még a legnagyszerűbb elme sem képes elképzelni. És ez kezd valósággá válni. És még nem telt el 100 év. Szent Györgyi 39-ben mondta, és lehetett tudni, hogy előbb-utóbb célba ér. Annak idején nem volt szabad tudni, hogy a Föld kering a nap körül, ugye? Sok mindent nem volt szabad tudni, de előbb-utóbb a dolgok célba érnek. Néha egy kicsit hosszú az idő, van, amikor rövidebb, de előbb-utóbb célba érnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon szép eredmény hoz mindaz, az is, hogy önök itt vannak, és az is, hogy terjed az a kultúra, hogy a saját kezünkbe vegyük a sorsunk irányítását, és hogy megpróbáljuk megelőzni a betegségeket. És eljutott az orvosi körök csúcsára is. Elkezdtek ők is ezzel gondolkodni. Van még munka vele, mert ezt megfelelő szinten ismerté kell tenni, és van még munka az Európai Unióban is, ahol a gyógyszermafia nyomására olyan törvényeket hoztak, egy. Például egy étrendkiegészítő forgalmazója nem állíthatja azt, hogy az élelmiszerek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű vitamint. Egy étrendkiegészítő forgalmazója nem állíthatja azt, hogy a vitaminok alkalmasak a betegségek megelőzésére. Nem véletlenül születtek ezek a törvények. Úgyhogy dolgozunk azon, hogy ezeket megváltoztassuk, ebben nem akarok most belemenni, de van egy nagyon lelkes és nagyon hatékony kis csapat, akik nagyon jó eredményeket érnek el ezen a téren. Na és hogyha új egészségkultúráról beszélünk, mert én új egészségkultúráról beszélek, de beszélhetünk általában a kultúráról. Mi méri egy kultúrának a színvonalát? Egy. Az ideális képek magas rendűsége, igaz? Egy kultúra annyira nagy, amennyire az ott élő emberek ideális képei magas rendűek. Minél magasabbra teszi az egyes ember a lécet, annál magasabb rendű az a kultúra. Kettő, egy kultúra annyira nagy, amennyire a képviselői megfelelő tudással rendelkeznek. Megfelelő tudás alatt értem azt a tudást, nem lexikális tudásra gondolok. Azt a tudást, ami az ember képessé teszi arra, hogy saját jó döntéseket hozzon a saját életével kapcsolatban. És egy kultúrának az is méri a színvonalát, hogy az emberek milyen életminőségben élnek. És azt is, hogy mit tartanak elfogadható életminőségnek. És akkor már csak egy nyitott kérdésem volt, persze van még sok, de ebben a témakörben, hogy mivel mérhetjük az emberi élet minőségét? Hogyan mondjam el az embereknek? Hogyan segítsek nekik, hogy közös nyelvet tudjanak beszélni, és olyan fogalmaik legyenek, amihez nem kell különösebb egészségügyi műveltség? Mivel mérjük az emberi élet minőségét? Koleszterin szinttel? Ez így érzem magam, de megvigasztalom, a koleszterin szintje csodálatos. De jó, és akkor már boldog vagyok, a koleszterin szintem csodálatos. Mivel lehet mérni az emberi élet minőségét? Ami mindenki számára könnyen érthető. Kerestem egy ilyen adatot, és végül találtam, és ez az ember számára elérhető életenergia mennyiség. Az adatot, már említettem az úr nevét, Aaron Hubbard könyvében találtam. A könyvnek az a címe, hogy Dianetika. És olvastam az életenergiára, mondom, ez a hiányzó láncszem. De jó! Most már be tudom illeszteni a teljes képbe, és ebben a könyvben olvastam azt, hogy az életenergia hogyan változik az élet során. És ebből értettem meg azt, hogy van szabad, és mindjárt elmondom önöknek, nagyon fogják szeretni, és van
És van csapdába esett életenergia. Ebből a könyvből értettem meg azt, hogy az embernek az életenergiája nem vész el, de csapdába eshet. Ahhoz hasonlóan, mintha az ember fizetésének egy részét egy olyan bankkártyára utalnák, amivel nem tud vásárolni. Van rajta pénz, csak nem elérhető. És hogyha a fizetésének a 100%-át arra a bankkártyára utalják, akkor éhen fog halni, hiába van pénze, mert nem elérhető. Azt a kártyát nem tudja használni. Tehát az életenergia adta meg nekem a választ arra, hogy hogyan tudok segíteni önöknek abban, hogy a saját egészségügyi állapotukat meg tudják ítélni mindenféle műszer nélkül. Elmondom. Hogy néz ki egy ember, amikor az életenergiának a teljes mennyisége rendelkezésére áll? A teljes életenergiája szabad. Nem bonyolult rájönni egy ilyen ember, az életet illetően nagyon lelkes lenne, energikus. Nagyjából olyan, mint egy kisgyerek. Tele lenne energiával, célokkal, vágyakkal, álmokkal, imádna élni, kíváncsi lenne mindenre, nagyon szép jövőt képzelne el magának, fáradhatatlan lenne, nyüzsögne, izgatná az élet, örülne az életnek, hogy olyanok a gyerekek, fáradhatatlanok, fel alá rohangálnak. Mindenki kidől már mellettük, ő még le akar csúszni a csúszdán ötször. És a gyerekeknek nagy álmaik vannak, szép dolgokat akarnak, imádják az életet. Kevés olyan gyereket láttak még, aki 2 éves korában azt mondja, hogy hát, 50 körül rokkannyugdíjas leszek, cukros, lesz járókeretem. A gyerekeknek vannak ideális képei. Nagyon magas rendűek. Néha a közönség, a körülöttük lévő emberek nem is értik. Azt gondolják, hogy túllőnek a célon. Lehet, hogy pont az, amit a gyerek elképzelt, nem fog megvalósulni, de egy gyereket mindig le lehet nyugtázni, és meg lehet dicsérni azért, hogy mer nagyban gondolkodni. Csak meg kell tanítani arra is, hogy megtanuljon elég szorgalmasan dolgozni azért, és elég tudást szerezni ahhoz, hogy el is érje. És bármilyen valószerűtlennek tűnik az álma, az, hogy van ideális képe és nagy dolgokat akar elérni, az egy nagyon fontos dolog. Tele van életenergiával. Ő még azt gondolja, hogy meg fogja hódítani az életet. És amikor az embernek elkezd az életenergiájának egy része csapdába esni, és mondjuk a könyvek, a Errol Hubbard könyvéből, egy másik könyvéből vettem a százalékokat, és körülbelül 70% szabad, akkor az ember már nem lelkes, de még egy jókedvű, vidám ember. Már nem olyan energikus, nem annyira lendületes, már nem akar annyi mindent meghódítani, de jól érzi magát. Szereti a tréfát, szereti az embereket, jó a közelében lenni, kellemes. Vonzó ember, olyan ember, akinek a környezetében mások is jókedvűek lesznek. És ahogy az embernek elkezd kopni az életenergiája, olyan fele tájékán, olyan 47% tájékán, gondoljon bele, logikus, ha a fizetésének a felét egy olyan kártyára utalnák, amit nem tud elérni, milyen lenne? Megfontolt, nem? Óvatosabbá válna, igaz? Az ember, amikor az életenergiájának nagyjából a fele elérhető számára, akkor óvatos lesz, megfontolt, konzervatív. Ő úgy gondolja, hogy benőtt a feje lágya. Tudja, ő is volt fiatal csikó, de már megkomolyodott. Nem kell olyan messzire nézegetni, inkább kisebb célokban gondolkodjunk, de azokat érjük is el. Szereti a megszokott dolgokat, szereti a nyugalmat, szereti a biztonságot. Nem nagyon szeret már változtatni. Azt, ami megbízható, stabil, kiszámítható, azt szereti igazán. A nagyon nagy izgalmakat már nem. Ő egy nagyon nyugodt, megbízható ember, aki ő maga is azt szereti, hogy a környezetében nincs túl sok izgalom. Hogyha lenne mondjuk egy lelkes fiatalasszony, meg egy konzervatív férj, lelkes fiatalasszony hazajönne és mondaná, hogy te, most azt találtam ki, hogy idén
ne Olaszországba menjünk nyaralni, hanem Spanyolországba menjünk, és mert találtam is jó helyet. És mondta a konzervatív férje, hogy én nem mondom, hogy nem, de azért egy ilyen döntést alaposabban át kell gondolni. De azt a helyet már ismerjük. Tudjuk hány kilométer, milyen a szállás, hol van a bolt. Én nem vagyok ellene, de nem kockázatos. Oké. Szóval, amikor az ember konzervatív lesz, akkor egy kicsit elkezd óvatosabban gazdálkodni az energiáival. És hogyha még egy kicsit több életenergia esik csapdába, és nagyjából durván az egyharmada áll rendelkezésre, akkor lesz egy olyan emberünk, nem tudom, láttak-e már ilyet, mégis azt lehetne rá mondani, hogy olyan közömbös. Kicsit unott, úgy el van, mint a befőtt. Azt szokták rá mondani a barátai. Hát nem egy izgulós fajta, nem? Sürgős dolgot nem bíznék rá. Hát neki vannak nagyon stabil kapaszkodói az életben. Ő nem látja annyira sürgősnek a dolgokat. Például tudja, hogy úgy még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. Van olyan filozófiája is, hogy legtöbb probléma saját magától. És alapvetően ugye a holnap is jó lesz, ráér, nem egy izgulós fajta. Jellegzetes a kommunikációja is. Számos, hogy vagy? Volt ilyen fodrászom, nagyon erős ember volt. Tudtam, hogy nem érdekli. Csak köszönés helyett, hogy számos, hogy vagy gyerekek? És egyszer mondom, megtréfálom, hogy számos, hogy vagy gyerekek? Mert a gyerekek kórházban van. Örülök. Szóval, neki már az élete az inkább egy olyan rutin, ez a ne nagyon a bajgasság, nem? De, ha el akarunk vinni egy lelkes embert moziba, gyere, menjünk, még odaérünk. Mi a film? Jó, menjünk, futás. A Vidám is gyorsan rá, konzervatív kritikák mit írnak? Jó? Ha jó, akkor menjünk, de holnapra nincs jegy. Az urat azt mondja, hogy végül is büfé van, mert jó perecére elmegy szívesen. Film közben már lehet, hogy alszik egy kicsit. Szóval, hogy el van, mint a befőtt, nem egy nagyon izgulós forma. Szóval nem szeretném, hogyha rohamkocsiban ilyen ember jönne, értem. Megnézni azt, mondja, ó, ez tényleg rosszul van. Holnap visszajövünk. És aztán, amikor az embernek még több energia, az életenergia esik csapdába, kb. 22% körül van szabadon, akkor az ember már nem érzi olyan jól magát az életben. Az élet elkezd eléggé idegesítő lenni. Mondják, akkor lesz egy, akkor találunk ott egy ingerült, zsörtölődő, kötekedő embert. Nagyon sok bosszantó ember van ám. Annyi hülyeséget beszélnek. Egyébként, ha belegondolnak, nem nehéz megérteni, eléggé vesztésre áll az élettel kapcsolatban. Amikor az ember tele van energiával, úgy gondolja, hogy meghódítja az életet, nem? Amikor az ember konzervatív, akkor hogyha a felesége meglepi egy szerelmi ajánlatot, akkor azt mondja, hogy figyelj, már 3 nap van csak szombatig, hát kibírjuk. Hogyha unott,
akkor már, hogy nem érdemes nagyon pazarolni az energiával. Menjünk moziba? Mehetünk. Nagyjából azt várja, hogy elröpül már az a 10 év nyugdíjig, nem? És amikor az embernek ennyi az életenergiája, akkor már vesztésre áll az élettel, szemben is már nem céljai vannak, hanem a célok elkezdik bosszantani. Az is, akinek célja van. Menjen oda hozzá, ha vannak jó elképzelései, és van ilyen barátja, menjen oda hozzá, és ossza meg vele az elgondolásait. Így fog eljönni. Ő tudja, hogy az... Na, elmondom, miért nem sikerül, jó? Ő tudja, ő látott már karonvarjút. Hát ő tudja, az nem úgy van. Nem álmodozunk, ő tudja. Van egy klasszikus, nagyon szeretem, a Hófehérke és a Hét Törpe, abban van egy klasszikus figura, a morgó. Az ez a fajta. Imádom azt, nagy mondata. Azt mondja, nem tudom, hogy mi az, de ellenzem. És aztán, amikor az embernek még lejjebb csökken a szabad életenergiája, a szabad, akkor egyre nehezebb helyzetbe kerül az ember, akkor lesz egy dühös emberünk. Egyébként meg lehet érteni őt. Tudják, milyen nehéz dolga van? Mennyi hülye veszi körül? Ásokban. És mind őt idegesíti, mert azt is ide kell rakni, azt a... Így. Borzasztó élete van, mindenki őt idegesíti. A hentes, az osztályfőnök, mindenki. Hát nagyjából az ember ilyenkor olyanná válik, mint egy kuktafazék, amiben mindig gyűlik a gőz. És egy kicsit meglökik a szelepet, akkor kijön belőle. És hát sok múlik azon, hogy egy ember mennyire, hogyan neveltek. Ha valakit arra neveltek, hogy folytja el az érzelmeit, akkor neki nagyon rossz dühösnek lenni. Nagyon szorít a nyakkendő. Hamar infarktust fog kapni. Aki föltöz vágja a tányért, az legalább kiad belőle valamit. Aki visszafolytja, annak nem könnyű a helyzete. És hogyha az embernek a szabad életenergiája még tovább csökken, akkor már nem tud dühös lenni, akkor elkezd félni, elkezd szorongani. Itt lesz a szorongó ember. Biztos láttak már olyat, aki túlaggódja az életet. Mindentől fél, attól is, amitől nem kell félni, bizonytalan. Nagyon könnyen kicsúszik a lába alul a talaj. Ő az, aki a viccben úgy elmegy az orvos, hogy azt mondja, hogy doktor úr, olyan bizonytalan vagyok, vagy nem. Szóval az aggodalmaskodó ember állandóan aggódik, amikor nem kell, akkor is, és ezzel eléggé terhére van a környezetének. Biztos láttak már ilyen embert. És amikor az embernek a szabad életenergiája olyan 5-6% körülre csökken, akkor lesz, az ember akkor válik panaszkodóvá. Ajaj. Tudják, hogy kicseszett vele a sors? Se vége, se hossza. El is kezdem mesélni. És valóban se vége, se hossza. És a panaszkodó ember, tudják, onnan lehet jól felismerni, hogy a panaszkodó ember valójában nem segítséget akar. Nem. Azt akarja, hogy sajnálják. A panaszkodó ember, könnyű felismerni, nem fogad el segítséget. Visszautasítja a segítséget. Ő valójában részvétet akar, sajnálatot. Ha egymás mellé kerülnek a vonaton, ott indul a derbi. Két panaszkodó. Kinek a rosszabb? Neki biztos 3-mal több öltés van az epeműtét helyén. Hosszabbat vágtak. A másik azt mondja, na jó, de nekem pedig 3 orvosi műhibám volt. Ó, és akinek a rosszabb, az győzött. És aztán, hogyha az ember még ennél is jobban elfárad, olyan 3% körül már nem panaszkodik. Akkor már úgy mondjuk, hogy apátiás. Feladta, már csak nem is panaszkodik. 0%-nál meg beköltözik a tölgyfa mini garzonba.
Na most! És aztán kezdi újra. De hát ez már egy másik téma. Na most, néhány fontos ismeret. Ebből, hogy mennyi a szabad életenergia, ebből van kétféle. Csak hogy nehogy félreértés legyen. Van pillanatnyi szintezem, van rá egy jó kifejezés, az jól lefesti. Az ember az életenergiájától függően van hangolva. Szomorúra van hangolva, félősre van hangolva, dühösre van hangolva. Ne röhögjön. Ingerültre, kötekedőre van hangolva. Ülötre van hangolva. Hogy van hangolva? Nyugodt, aludjunk rá egyet szívem. Vagy vidámra van hangolva, vagy lelkesre van hangolva. Úgyhogy ennek van egy olyan fogalom is, mely, hogy hangoltság. Idegen szóval a lemezjátszókon is van ilyen tónus, tónusnak is hívják úgyis, hogy tónuskála. Szóval az embernek van pillanatnyi hangoltsága, pillanatnyi tónusa, meg van krónikus. Krónikus, azaz állandósult, vagy hosszú távon jellemző. Egyébként, ha már ezt felírtam, ez a csak Kronosz. A krónikus, az a Kronosz görög szó idő. Abból van, és azt jelenti, hogy hosszú ideje tart. Tehát ez azt jelenti a krónikus, állandósul. Tehát egy embernek van egy pillanatnyi, meg egy krónikus tónusa. Na most nem úgy van ám, hogyha valaki lelkes, akkor mindig lelkes, hanem van valakinek egy jellemző hangoltsága, amilyen ő többnyire. A környezete meg az események befolyásolják. Tehát egy lelkes ember elmegy egy temetésre, és ott is lelkes. Srácok, de jó buli! Akkor az nem lelkes, hanem elmebeteg. Jó? Lelkes ember egy nagy döntés előtt áll, ami egy nagyon nagy horderejű dolog. Akkor lehet konzervatív, és azt mondja, ezt alaposabban meg kell fontolni. De amúgy jellemzően lelkes, érti? Lelkes ember belül a moziba is néz egy dögunalmas filmet, nem azt fogja mondani, de jó, ilyen unalmas filmet még sokan, hanem ilyen, megyünk. Tehát lehet unott. A lelkes ember kijön a moziból, és azt látja, hogy összetörték a kocsiját, akkor nem azt fogja mondani, wow! Hanem dühös lesz, nem? Vagy ha a lelkes ember vezeti az autót, és szembe jön vele egy kamion, és úgy néz ki, hogy össze fogja lapítani, akkor nem azt mondja, hogy micsoda kihívás, hanem fél. És ha elveszti egy hozzátartozóját, akkor meg bánatos, és panaszkodik. Nem? Tehát az, hogy az ember ezen mozog, az a normális. Egy normális ember a kisgyerekeknél nagyon jól meg lehet figyelni, mozog ezen a skálán, és a gyerekek nagyon gyorsan mennek vissza a tetejére. Van egy kisgyerek, meglát a kertben egy cicát, és elkezd lelkesen rohanni, és esik egy nagyot. Ma itt van. Pillanatnyilag. És akkor anyu jön, aki tudja, hogy kell használni a tónuskálat, mert 9%-nál van a részvét, a sajnat. Mutos, picikém, pusi, pusi, pusi. És az pont oda hillik. Egyébként ez jól mutatja, hogy a tónuskálán általában az emberek a maguk környezetébe viszik a környezetükben lévő embereket. Maguk közelébe. Egy síró gyerekkel szemben részvétet érzünk. Úgy öröm, meg puszilgatom. Na de a gyerek az gyorsan kijön ebből, és meglát a kert másik sarkában egy kutyát, és ott hagyja a nyucit a raktapasszal. Kutyus, és már rohan el. Tehát az ember mozog ezen a skálán, nem fagy be. Az életben van egy adok-kapok, de az embereknek van egy jellemző szintjük, ahol többnyire vannak. Vannak emberek, akik többnyire közömbösek, unottak.
Előfordul, hogy ő is jókedvű. Mondjuk is, nézd már, Marit, mosolyog. Egy dühös ember is lehet jókedvű. Vagy egy dühös ember feljöhet a tónuskánál, és közömbös lesz. Azt hittem, hogy ki fog akadni a Géza. Ez meg csak ott ül nyugodtan is hímez. És ugye, tehát az emberek mozognak ezen a skálán. A probléma akkor van, amikor valaki befagy valahol. És akkor is aggódik. Van, amikor okunk van aggódni, de amikor valaki akkor is aggódik, amikor nem kell. Amikor valaki mindenféle apróságok miatt dühös, amitől nem kéne dühbe jönnie. Amikor mindig kötekszik. Amikor akkor sem lelkes, hanem közömbös, amikor oka lenne örülni. Mondunk egy jó hírt neki. A lelkes ember azt mondja, de jó, hogy ezt elmondtad. A vidám is örül neki. A konzervatív azt mondja, hogy megnézem még, hogy mások is mit mondanak erről, de érdekes, amit mondtál. Megfontolandó. Az unott azt mondja, és nem mond semmit. Az unott egyébként nagyon jó, mert vele nem lehet veszekedni. Ő nem ideges. Azt nem mondtam, hogy a környezetében lévők nem idegesek, de ő nem ideges. Hanem eljünk hozzá, és mondjuk neki, hogy te, összevesztem a Sanyival, szerinted kinek van igaza? Hát figyelj. Én azt gondolom, hogy mind a kettőtöknek igazatok van valamilyen fokig. Az a lényeg, hogy ne vitatkozzatok. Na, szóval az embernek az a problémája, amikor mindig konzervatív, túl konzervatív, és akkor sem lelkes, amikor lelkesedni kéne. Értik? És amikor az embernek elkezd elfogyni az életenergiája, csapdába esni, akkor már nem tud visszajönni. Legalábbis azt hiszi. És ami engem ebben az egészben érdekelt, az például az orvostudomány. Van egy nagyon egyszerű összefüggés, akkor visszalapozok. Egyébként látják, ez egy tapasztalati tény, csak talán még nem rakták össze ezzel. Az ember testi egészségének állapota teljes mértékben párhuzamos ezzel. A lelkes emberek gyakorlatilag sosem betegek. Vagy ha igen, akkor nagyon rövid ideig és könnyű betegségük van. Hamar talpra állnak, nem dönti le őket a betegség. Nagyon ritka, hogy ledöntse. Ahogy megyünk lefelé, egy konzervatív ember, nem mondanánk, hogy beteg. Orvosi értelemben nem beteg, csak már... Hogy vagy? Meg vagyok. Azt szoktam mondani, aki azt mondja, hogy meg vagyok, az nincs meg. De ha meg lenne, akkor... Jó, olyan, jó, meg vagyok. De a konzervatív ember nem beteg. Az unott, közömbös ember, az már gyakrabban. De ő sem komolyan beteg. Csak mondjuk, hogy Sanyi, meg vagy megint fázva? Ó, persze, hát egy évben 9 hónapot meg vagyok fázva. De nem úgy beteg, jön, megy. Hogy vagy? Rosszabb ne legyen. És aztán, ahogy megyünk lefelé, úgy lesz az embernek egyre több nyavajája, és egyre több krónikus, elhúzódó betegsége. Az igazi komoly betegségek azok itt lent vannak. Ha az ember fent van, nem tud komolyan, hosszú tartósan megbetegedni. Amikor valaki megbetegszik, egy magas tónusú ember, akkor előtte mindig érte valami, aminek hatására lecsúszott. Lehet az, hogy elvesztette egy hozzátartozóját, és lecsúszott, mindig történik valami. Amikor az ember jellemzően fent van, akkor az egészségi állapota nagyon jó. És ez az, ami hiányzik az orvostudományból. A krónikus betegségek akkor keletkeznek, amikor az ember lecsúszik. És az orvostudomány csak a betegséget akarja gyógyítani. De helyre kéne állítani a szabad életenergia mennyiségét. Ha azt nem állítjuk helyre, akkor nem fog felépülni, akkor épülne fel, ha a szabad életenergia mennyiségét megnövelnénk. És ebből a szempontból érdekelt engem, amit Szent Györgyi leírt, és azt találtam, hogy például a vitaminok alkalmasak arra, hogy felszabadítsák valamilyen mértékben a csapdába esett életerőt. És amikor az életerő felszabadul, és több van azon a bankkártyán, amiről költeni tudunk, akkor a szervezet elkezdi rendbe rakni magát. Tehát a vitaminok nem gyógyítanak direktben, növelik a szabad életerő mennyiségét, és amikor abból több van, akkor a szervezet jobb állapotba kerül. Ez ennyire egyszerű.
nem bonyolult. És vannak persze más módszerek is, de én ezzel indultam el, és én tudom, hogy az én feladatom az, hogy más módszerekről is beszéljek. De még csak éppen 3 éve van annak, hogy ki tudtam jönni a háborúból, és el tudtam takarítani a romokat. Újra kellett építeni sok mindent, most már rendben vagyunk, most már megint tudom járni az országot, megint tudok találkozni emberekkel, és tudom, hogy kötelességem minden olyan módszert összefoglalni, és az önök tudomására adni, ami alkalmas arra, hogy a csapdába esett életerőt felszabadítsa, rehabilitálja. Mert az ember egyébként igazából itt érzi jól magát, nem? Egy konzervatív ember. Örülsz? Igen. Örülő! Olyan óvatosan. Tehát én tudom, hogy az a feladatom, hogy minden ilyen módszert összefoglalja, és elmondjak. Azért elmondtam már belőle sokat. Ha össze kellene foglalnom szisztematikusan. De azért az egészségünk titkai, amit még soha nem mondtak el önnek, ott is beszélek például arról, hogy önmagában már a vízfogyasztás is képes felszabadítani csapdába esett életenergiát. Önmagában a C-vitamin is alkalmas. Látják, hogy a D-vitamin milyen nagy mennyiségű életenergiát szabadít fel. Aztán erről írtam még többet. Aztán van, amiről beszéltem, hogy Errol Hubbard felfedezte ezt az egészet. Van az a módszer, ha valakit érdekel. A dianetika rendkívül sok szabad életenergiát tud hozni vissza az embernek. Azért mondom, meg kipróbáltam. Mindig csak olyan módszert ajánlok, amit én kipróbáltam, mindig először magamon próbálom ki. Tehát tudom, hogy az én felelősségem az, hogy erről adjak egy teljes képet. Tudom azt is, hogy a vitaminok nem csodaszerek. Nem akartam azt sugallni, hogy csodaszerek, de arra alkalmasak, hogy kinyissák a kalitka ajtaját. Arra alkalmasak, hogy egy embert elindítsanak felfelé. Hogy egy ember elkezdjen jobb állapotba kerülni, több szabad életenergiát észleljen, elkezdje az életet egy kicsit jobbnak, biztatóbbnak érezni. És az előadásnak ugye az volt a címe, hogy csak egy szabad ember lehet egészséges. Ezt nem csak testi értelemben értem. Az egészség számomra egy mentális dolog is. Azt gondolom, hogy egy ember, aki nem tud eleget ahhoz, hogy szabad döntéseket hozzon, az az ember mentális értelemben nem tekinthető teljesen egészségesnek. Nem beteg, csak az egészség az egy nagyon szép magyar szó. Az azt jelenti, hogy hiánytalanság. Teljesség. És ha egy ember nem rendelkezik elegendő tudással ahhoz, hogy kellő mértékben a saját kezébe vegye a sorsa irányítását, akkor nincs meg a hiánytalanság. Tehát a tudás része a mentális egészségnek. Mert az ember akkor szabad, ha a saját döntéseit tudja meghozni. És én azt gondolom, hogy tudás nélkül nincs szabadság. Ha összefoglalom ezt az egészet, amiről beszéltünk, valójában néhány fontos gondolatot szeretnék még megosztani önökkel. Valójában igazából ezek kérések. Az egyik kérésem az az, hogy vigye magával azt a bizonyosságot, hogy az ember számára elérhető egy magasabb életminőség. Én azt szeretném, hogy elvinné magával azt a vágyat is, hogy a saját életminőségén is javítson, és azt a gondolatot, hogy ön méltó arra, hogy egy sokkal magasabb életminőségben éljen. Aztán azt is szeretném, hogy elvinnék magukkal, mint gondolatot, hogy a válaszokat meg lehet szerezni. Lehet, hogy időnként sokat kell talpalni utánuk, de a válaszokat meg lehet szerezni. Van értelme. És az életet meg lehet érteni, és hogyha értjük az életet, akkor sokkal jobb életet tudhatunk élni.
Én úgy gondolok önre, mint olyan valakire, aki azért jött el, mert több tudást akar. Ezt én nagyon sokra becsülöm, és nagyon tisztelem, és úgy gondolok önre, aki meg is fogja szerezni azt a tudást, és annak birtokában sokkal jobb, szabadabb döntéseket fog majd tudni hozni. Úgyhogy ahhoz, hogy én ahhoz, annak érdekében, hogy ehhez hozzájárulhassak, hoztam magammal egy kis ajándékot, amikor mennek kifelé, akkor majd ne felejtsék el elkérni. És valójában már csak egyetlen gondolat van hátra. Én azt szeretném, hogyha visszagondolva erre, milyen csodák történnek, és hogyan fordul meg majd lassan az orvostársadalom, és milyen tudományos közlemények jönnek létre, és hogyan változik a jövőnk a szemünk láttára, ha erre gondolnak, akkor az utolsó kérésem az, hogy vigye el magával a hitet, a szívében azt a hitet, hogy érdemes küzdeni. Mindig érdemes küzdeni, mert az igazság lehet, hogy időnként hosszabb, kacskaringósabb utat bejárva, de az igazság előbb-utóbb mindig győzedelmeskedik. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, megtisztelő volt számomra. Isten áldjon Önöket!